Premier league, harmadik évad, 30, 38. felvétel. Madrid, puta Madrid. Én azt nem gondoltam, hogy ez be fogja Igen, van, de... Madrid szurkóknak hoztunk egy kis békát, mert végre lehull a lepel. <laughs> <laughs> lehet a maszkot. Jaj, láttátok volna tegnap. Sok kis buzi, hogy örült a League csoportban

Na, hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a borús májusi reggelem. Bármikor pénteken hallgatjátok, azt nagyon jó idő lesz. Igen? Igen. Hú. Hát, Kirádulni mentek, vagy? Nem, Londonba. <haz> nem olyan rossz. Az egész család? Aha. Azt a kurva de jó nektek. De pici a pici Melyik meccsre? Az kemény. <haz> Melyik meccsre? De... <haz> a miért mi azt a Londonba? a nővérem kint lakik Hát úgy egyszerű. Na eljön megy minden. Putamát, nem mondom fel még egyszer. nem akarod még egyszer a putamadridot, tudtad? Jó, Én is szeretnék megmaradni úgy, mint az objektivitás bástyára. Akkor... Az ob objektivitás tornyocskája. Tornyocskája. Az az én akkor a homok buckája az akarok a lenni. Az objektivitás lúdlábtortája. lúdlábtortája. Csonkagulája. Régen anyukám csinálta őt, hogy, hogy tudjátok, van ez a keksztekercs, keksztroló vagy hogy igen. hívják, és azt anyukám ilyen tornyocska formába csinálta meg, és nagyon aranyos volt, amellett, hogy finom. Én olyan szeretnék lenni. Egy cuki kis édes tornyocska. Objektívam. Mert hát, mi, mi, De tornyocska. Mi? Tornyocska. Én torna csukát értettem. Mi? Mondom, jó kiszoptál az az a muter rendesen. Hát, a torna -csuká. csukás süti. Nem, ez nem volt nagy szobrászat, csak így. Az, mondom, azért az korán kell. Minden embertől bocsánat kérünk, hogy <haz> a Péter aranyos úr. kis tornyocska kérdelkézzelje. Az ízőt hát, az észventúrában az ő labda alakú sütik. Fizelve kifelé. Na. No. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, de ezt valószínűleg az elmúlt pár percben már mondtam egyszer, úgyhogy hát elkészült, büszkén jelentem, megvagyunk a Dac filmmel, még ma reggel fél ötkor is ez sikerült, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok már. Mennyi az? 38 embert nem láttál napok óta? <laughs> embert, napfény, no meg semmit. Tehát De hát ez mire ez kimegy addigra, az már premierel. Igen, igen, ez ma este van. Kütörtökön. előtt. Este. <laughs> Teljes képzelő. <laughs> a lényeg az, hogy nézzétek Befejezett meg. jövő. Hol Így tudjátok van. megtalálni ezt a. A futball Fotbal nevezetű. Facebook oldalon, meg Youtube csatornán, meg majd egyszer lesz egy húj, is csak uh, uh, majd, majd. d -vel és béve. Így van, már hogy ettől szép. sos már tanultam ezt a szót hogy fotbal. Szép, szép kifejezés. Meg a Transition. De no, no Transition, nincs is egyáltalán a filmben átmenet. George Lucas. No Tetsz transition. Csak direkt. Vágás nem. nélküli az egész. Ready to make an entrance. Sos már! Hello, sziasztok. Mr. Hagencox, egy sziasztok szép terítőben. Kárém. És ma már taktikusan levette a fehér bulcsiát. Váj, Bence. Ebben az a jó, hogyha rámenne a kávé, akkor kb. ilyen színűre száradna be. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ezzel nem tévedhetek. Nem. No. Mi legyen? Kiflit, kivegyem. Hát Én nekem van két, pár gondolatom, csak mielőtt elkezdjük. De forró a, már abszolút nincs. Azt nem, igen, forró rakásunk nincsen, úgyhogy gondoltam a helyet. Egyrészt Cs. a... Majd zsombor, hogyha vége a szezonnak, akkor várjuk tőle összesítést. Meg a számlát. Igen. igen. Nem vagyok benne biztos, hogy mindegyik olyan könnyen kikereshető lesz. A Márknak a következő négy mérkőzésen kettő egész feles XG-t fog átlagolni a Kristáppal, ezt meg az -féle forró rakásai, azok. Jó túl aztán. Picit, picit. Mit szerettél volna mondani? Na, szóval egyrészt az Ivan tony megjött a büntetése, ami 8 hónapra szól, és nem edzhet, nem hogy meccsen nem játszhat, hanem nem is edzhet. A... Ezt én nem teljesen tudtam értelmezni, hogy egyáltalán... Nem, nem, nem. igen, ki, kimennek otthonra, és hogyha súlyogat emel, akkor rável. Meg. Nem, pont ezt akartam mondani, hogy nyilván saját magával azt nem tudtam, hogy csak a Brentfordnál, vagy egyáltalán csapatnál hivatalosan nem lehet edzésen ami azért nagyon kellemetlen lesz, mert hogyha még valami amatőr csapathoz sem el fog mehet hízni. el hát valamennyire mozogni. Nem, tehát profi klubot nem mehet el. Jó, oké, okay. ez volt az egyetlen. velünk lejöhet focizni, ha lehívjuk. Szia. Jó, van, akkor állj egy gyere, légy szív formában én tartunk. Én fogadási tippekért hívnám. <gül> <gül> <Ja> az az nem tudja, hogy ő nyert vele, vagy nem. Mert hogyha nem, akkor nem érte meg Megérte, Iván? ez a kérdés. Az Neki szerintem ez olyan hatalmas törés nem fog okozni, a Brentfordnak hmm. tudja, hogy nem érte meg, mert van kettő év még a szerződéséből, abból ugye az első év le fog futni úgy, hogy a 60%-ában nem lesz pályán, és így se a Brentfordnak nem fog tudni segíteni, akiknek vagy nagyon nyomott áron lesz csak pénze belőle, hogy vegyenek egy helyettest, vagy pedig a fele szezont nélkül kell majd letolni úgy, hogy az kell lennének a gólyai. Akár pályáról is léphet, nyilván egyéni edzés munkát azt fog végezni. Igen. Így akkor még lesz hátra a következő szezonból is mennyi? Hát addig lemegy kb. Ilyen 23 forduló, Igen. Max, Hát. Igen. Azért, az azért nem mondom, az a 60%-a. Hát csak addig azért erősen kiesés felé lehet tendálni, hogyha nem jön össze. Úgyhogy. Tomás már megoldja. Azért azt gondolom, hogy Igen. a rendfordulót, ugye ismerjük, van. akkor valószínűleg megvan már a pótlás. Jó. Meg volt már a pótlás, Biztos. hogy el kell adni a Tehát most igazán meg kell venni akit ami lehet, van eladtuk volna, mert igazából most ez gyakorlatilag megtörtént. Majd Persze, most csak ez gazdaságilag kurva nagy tökönlövés ez. nekik, mert tényleg eladhatták volna, hogyha nincsen ez a botrány ez 40 millióért, és most meg lehet, hogy el tudni 12-ért, vagy nem tudom. A hogy átteted a szerkesztői részre, jó? Tetszik, nekem Sajnálom. Tetszik. A másik, amit akartam mondani, ez csak apróság, hogy a Magyarországon futó U17-es EB mellett megy egy U20-as VB is majdnem soká, és arra a csukvámek az angol válogatottba beválogatták. És a Chelsea hétfőn vagy kedden, nem most még a héten, szólt az angol válogatottnak, hogy nem fogják elengedni a csukvámekát, mert hogy őnekik szükségük van rá a következő meccseken. Nulla és az egy dolog, hogy miért nem engeded el játszani a saját korosztályában, miközben kb. kihagyta a meccs tekintetében az egész szezon. Az meg egy másik, hogy a angol szövetség helyében én kurva mérges lennék, mert mivel már leadták a nevét a keretekben, és nevezték, és utólag hívták vissza, így a helyére senkit nem fognak tudni behívni, miközben van egy csomó másik olyan játékos a keretben, aki még ilyen különböző bajnoki hajrákban, meg ö, liga szerepel. A harmadik pedig az, hogy a Luton az most a Csempónak éppen a playoff Kettőről döntőjében benne van. Ne, bocsánat. A negyedik. És, semmi és írbombanok. Ezt kizárólag azért akartam mondani, mert hogy a Nathan Jonesnak a félre profilozása az a Sotonnál nagyon csúnyán történt meg, és erősen meg a csapatnak öt. a felépítés a csapatnak a felépítését sikerült összetéveszteni azzal, hogy ez olyan az edzőből fakad, vagy pedig a közegből és a klubnak a

most kell videóznod. Videóznod. Kolléga. Kolléga. Guardiola és Ancelotti csapatai ismét összecsaptak a bajnokok ligája elődöntőjében az első meccs óvatos tapogat tázósa után. Nagyon jó vagy. Mit sikerült megtanulni a Manchester Citynek és a Real Madridnak az odavágóból, és mit tudtak ebből hasznosítani a második mérkőzésen? Hát a Real nem sok mindent hasznosította. A második Köszönjük mérkőzésen, és Szerintem most jönnek a kommentjeink, de innentől. Most kell beírni, hogy Pít egy köcsög. nézd meg milyen boldog. És már ül előre. Na. Jaj, jó, Kofor, jó. Jaj jó. Ebben a pózban van a masterclassos képén is. megérkezett. tényleg? Emmeri megérkezett. Egy CV-t rárakunk, és akkor jól lesz. hát gyerekek. Azért egy szép este volt. Az volt. Örül a kis pep tábor. De ez, ez a, a az olyan, mint amikor azért nagy örülök leülnek. Nem a fiatalok, aki kitöltesz egy Hubertus mindenkinek, ami jó szart, hogy a És mindenkinek nagy gyerekek, akkor, akkor most akkor elmesélek egy történet a gyerekkoromról. Azért ez szép volt, nem? Figyeljetek ide. Ertek közelebb. Én azt mondom, hogy a vereséget mindig méltósággal kell kezelni. A győzelmet viszont nem lehet, <laughs> nem, hát összességében szerintem most el lehet mondani, hogy a City és Guardiola korszaknak a legdominánsabb, nem is meccsét, de első fél idejét azt azért láttuk tegnap. És nem csak azért, mert hogy mennyire jó játszott a Manchester City. Hát a b, legyen az, hogy a b ben igen, azt el tudom. De pont ez, hogy ezen a szinten BL, elődöntőben egy olyan szintű csapat ellen, mint a Real Madrid, amelyik ellen azért bár jó nagy balszerencsével, de megégtek az előző szezonban egy olyan szintű kontrollt tartani, tényleg 45 percen keresztül, és még abból a 45 percből is szerintem az első gólig, az első 22-23 perc az az volt, hogy egyszerűen, mintha tényleg csak egy csapat lett volna a pályán. A gól után, de kíváncsiságból ránéztem a a fotpopnak ez a expected threat mutatójára, nem, nem tudjuk a, az algoritmus mögötte, de valami ilyesmit jelez, és gyakorlatilag nem volt a Real Madridnak semmiféle veszélye. Ugye ja. ez volt az a periódus, az első 23 perc, amikor a Real Madrid 25 átadást tudott végrehajtani. ezt akartam én is mondani. Ja, Igen, közben a City 100, Igen. Az a 30, vagy valami ilyesmit. Igen, az nem mindenki túl jól, és nem tudom, 70 os abdobírtoklás mellett egészen brutális nyomás volt rajtuk, és szerintem igazából nekem én úgy érzem, hogy egy kicsit különben most túlságosan felértékeljük ezt a dolgot azért, mert hogy milyen nagy téttel bírt ez a dolog, hogy ez megtörténjen. Ennyire én nem éreztem tehát, ilyen forradalminak, amit csinált. Nem volt forradalmi. csak, csak ez nagyon sok helyen olvastam, és most nem is csak tőletek, hanem azt hogy érzed, hogy új, taktikai masterclass volt. Tehát az, ekkor ekkora taktikai masterclass nem volt. Az volt, hogy na most ez akkor kirakta a falasztasztalra, hogy gyerekek, most megyünk. És akkor nincs kérdés, akár ember emberig, akár hagyunk egy ember, de mindenhol full emberig vagyunk, és ahogy megvan a labda, ugye én, meg azt szoktam hogy, hogy milyen volt az átlagos pozíció, Hát egy ember volt a city a saját térfején, a Ruben Dias, aki hátul biztosított, mindenki más az ellenfél térfején, olyan brutál kontroll volt rajta, hogy esélye nem volt rának, Tehát amikor így igazából arra nincs időt, hogy nem az, hogy átvedd a labdát, hanem amikor jön fel a labda, már veszik el tőled. Egészen brutális volt, és ezt éreztem, hogy 22 percig egyszerűen látszott, hogy nem volt semmiféle gondolat arának. A Kamavinga legalább háromszor volt olyan helyzetben, hogy állt, és akkor most mi legyen gyerek? Visszafordult, és visszabassza majd szétett a kezdet, hogy most mi van? Most. És akkor néztek, hogy jó, hát ez van. Ez tök jó volt, amit a Henrik kiszedett a, az M4-en a fél időben, hogy a Real Madrid játékosok hogy mutogatnak ennyi, szóval most jöttök, nem jöttök, maradjunk, vagy mi legyen? És Tényleg az volt, hogy fogalmuk nem volt, hogy ki hol van, ki merre hát, helyezkedik. És helyezkedik. A letámadások az, az elején, az amikor fölmennek oda, öt emberrel, full passzívan, és ott van hat ember, plusz az Ederson City-ből, és úgy mentek át minden egyes helyzetben rajtuk, néztem, hogy az tök jó, öt ember, akkor kikerült a védekezés. Na, ez jól sikerült. A ancelotti -nak a hitvallása is, amiről most már jó ideje beszélünk, az most mutatta meg, hogy milyen, amikor a rossz oldalát mutatja. A tavalyi visszavágolt volt az, amikor ez a szabadság, meg a játékosokra helyezett felelősség, az tökéletesen bejött, és tényleg megoldották saját maguktól, mennybe mentek és megfordították a mérkőzést, és itt meg olyan szinten voltak egyedül hagyva pont ezekből a mutogatásokból, fingjuk nem volt, hogy mit kéne csinálni. Amit egy BL döntőben megengedni, valami egészen el, vagy mit, mit mondtam? döntőt még meg kell ja, A BL elődöntőben, elődöntőben megengedni, az egy valami egészen el. Mm. Tényleg, hát. tehát a, semmi elképzelésük nem volt. az ancelotti az volt a legnagyobb változtatás, hogy a Kamavinga a, nem tudom, a harmad, 30. perc után elkezdett, amikor megpróbáltak építkezni, három méterrel beljebb lépni. a cseréltek egyet, amikor a Rüdiger beállt a szarrá fáradt és borzasztó meccset játszó Modric helyett, és akkor a Kamavinga felment a középpályára. Ez volt minden próbálkozásuk. Akkor kezdjük már az elején, hogy tényleg akkor mi változott egyáltalán a két csapatban a, az első meccshez képest, és mi volt az, amivel a Manchester City ennyire <coughs> meg tudta folytani a Real Madridot. A Real Madrid esetében szerintem ezt nagyon könnyű levezetni, mert semmi nem változott az első meccshez ja, képest. Nagyon komoly jó változás volt. Milita, került. Ja, el ja, ja, igen. Tök jó. Amúgy egyébként annyira nem értek, tehát a Rüdiger tök jól melózott a Hollandon az első meccsen, szerintem az ő agresszivitása az pont kellett, bár nyilván nem ezen múlt ez a meccs sem. Tehát, szerintem hogy olyan a Militao ő... jobban passzol, mint a Rüdiger. Ezt Jóval. Mert láttuk megvalósulni ezen hát a mérkőzésen. Hát nyilván a... Nem rajta múlt. Nem, nem a Rüdigerem, meg nem a, nem a múlt, csak Nekem furcsa volt, hogy az utána a meccs után egyből visszakerült a Militao, de ez nyilván ő az első számú ezen a poszton, szóval annyira mégsem volt meglepő. De ugyanez a 4-2-3-1-es védekező formáció volt a Real Madridnál, ugye a kétszerső Vinicius meg a Rodrigo, volt nagyon Befelé szűken, egy és dupla hatosnak ne ha legyen annyi hely. Végül. De ugye a az első meccs után is beszéltünk arról, hogy de hát így is mindig volt legalább két szabad ember a Manchester City-nek. Simán el tudtak jönni a középpályáig, és utána a saját térfél a Madrid azért viszonylag józárta a területeket, de alapvetően a Manchester City se nagyon akart agresszívan mondani, kevés volt a Ez beindulás. Ez az, első meccs. Ez az első meccs volt, igen. Na hát az változott erre a meccsre, és erről Gárdival beszélt egyébként a meccs után is hogy, hogy hogyan tudtak nagyobb kontrollt szerezni ezen a mérkőzésen, és ő is kiemelte azt, hogy hát a letámadásunk a sokkal jobban működött. Mert ott ebbe a sima 4-4-2-be álltak föl, nem is túl agresszívan, és így a vonalak mellé próbálták a uh -huh. szorítani Manchester City-t. Hát most Real ugye... Madridot? Gr Grillis. Gr Madridot. Igen. Grillis megérkezett, ugye? Hát oldalról be lehet húzva. Militaura, és onnantól ugye egyik oldalra szorítva, és nekem azt tetszett még, hogy ugye ezzel, hogy egyik oldalra tolta egy ilyen aszimmetrikus letámadása volt a szintén, tehát azt jelentette, hogy most miért aszimmetrikus, mert hogy a grill is az egyik szélső behúzódott a középső hátvédre, de a másik szélső ez a szélső maradt, mm -hmm. tehát az egyik oldalt írása hagyta kárváhát, csak olyan nyomás volt a labdán, hogy nem tudtak átrúgni a labdát a kárváhának, és ha átjött volna, akkor már ez a Bakanji kilép rá. Tehát brutál nyomás volt rajtuk, de ezt a... Láttuk a liverpool nagyon sokszor ez szokott lenni, hogy egyik oldalra ha van kereszt, akkor az ugrik rá a szélső hátvéd. Ez ugye ez a kis csapatok ellen lévő ultra agresszív pressinget, és nekem ezt tetszett külön most a Guardiola, azt mondta, hogy na most akkor minden, nem tudom, zsetont föltörünk a pirosra, és akkor menjünk gyerekek, mert ennyivel jobbak vagyunk, és e tudom, hogy meg tudjuk csinálni, és amit az első forduló után mondtam, hogy félek attól, hogy fölteszi egy meccsre ezt a dolgot, és nem éreztem elég tökösnek ahhoz, hogy bevállaljon, na most elég tökös volt, szerintem azt mondta, hogy oké, okay, most viszont azt, azt csináljuk, amit mi akarunk csinálni, és egy percnyi helyet nem adunk nekik, és nekem ez azon nagyon tetszett az első és ezért mondom azt, hogy szerintem nem volt olyan hatalmas, mert ez volt szerintem, hogy a grid is megkezdett befelé, onnantól a Madronak nem volt bontása no, Ez Nyilván nem egy óriási váratlan húzás, tehát tényleg így támad le a Liverpool, így támad le az Arsenal is nagyon sokszor a Manchester city is csak ebben a szezonban rengeteg kellett a lehető ezt. legkevesebbet elmozogniuk, amikor visszaálltak labdás, meg a labda nélküli fázis között. Az Akanji-nak néhány métert hátrébb kellett körülbelül menni, meg, meg a grillisnek balrább három métert. De Stones lépett föl ilyen hatos pozícióba, a középső hátvéd pozícióból, ugye ez egy kicsit a Rodris spanyol válogatottas sztori volt, Azért ez jobban nézett most itt ki, Igen. a, 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 a hatékonysága, meg az intézetása miatt is. De igaz, tehát azt érzem, hogy hatalmas dolgok nem voltak, inkább az, hogy ez olyan tökéletesen meg volt valósítva, és szerintem majd erről beszélni kell a City kapcsán, hogy hogy lehet az, hogy ők a szezon végére gyakorlatilag egy arab sérülés az ak val képen most, és lehet, hogy is valamikor van, és vissza fog ezt jönni. Évek óta csinálják. Ja, azt, és, na, és én ezt akarom, és akkor ezt akarom majd, majd vizsgáljam a nyáron, ha lesz egy kis időm, hogy hogy működik az, hogy a city tényleg a Guardiola múlik, vagy pedig a profilokon múlik, hogy egyszerűen nem sírültek a játékosok, vagy pedig annyira jobban a forgatva, de ez egy másik beszélgetés, csak az, hogy itt van a City, és a pad is tele van ilyen játékosokkal, de a kezdőben meg olyan játékosok vannak, hogy tényleg azt érzed, hogy igazából itt mindenki taktikailag, technikailag, fizikálisan mindent tud. Most akkor mit akarsz még? Ebben a letámadási sémában az volt még a pláne, hogy melyik oldalra teresz. Ja, mert igaz, ugye ez mert nem, nem annyi az egész, hogy ember-ember ellen kimész, mert az azt azért tudod manipulálni, egy is tudja azt manipulálni. Nehéz, persze, mindenki van valaki, de itt nem csak az, hogy kimész ember ember ellen, hogy beszélünk az Ázánál Brightonról, és ugye a Brighton ezt csinálta az Ázánál, hogy a Colville fellépett az Ázánál 16-osáig az ő itt nem ez volt, hanem pontosan a szélre terelte a, Manchester City ará, majd a Real a és ott zuhantak rá, jött az Akáncs, és körülötte nem volt már opció. És hát fontos, egy előnytelen pozícióba kényszerítették az ellenfelet, és utána zuhantak rájuk, és nem a Vinicius oldalára. És ez, ez, a, ez a fontos, hogy ugye az volt a lényeg az egész jár, meccsnek, hogy igazából a, tudja a City a, a, City a saját baloldalára szólítani a játékot, a grilléssel, Akánzsival, és onnan forgatni, majd a másik oldal, és onnan hozni a helyzeteket. Ugye két bárán szív a szívagó ebből, és különben meg a letámadásban is, hogy ne hogyan állnak az az oldalon menjen, ahol a Modric ott van, a Vinicius ott van, és a Benzema kihúzódó ott van, hanem menjen minden a Rodrigo oldalán, a Kárvahálán. Ők próbálkoznak, a Krósza ott együtt, és akkor hát abban nem lesz olyan dinamika, amitől félni fogunk, és megvannak a védők hozzá, és hát ez tökéletesen működött. Hát, ugye gondoljunk bele, mi lett volna, ha mondjuk a Bernádó Silva húzódik befele, és a Volker ugrik a Kamavingára, hát a Stonesnak kellett volna egyes egybe védekezni a vinicius az nem nézett volna ki annyira jól, mint mondjuk a Ruben Díása a Rodrigóval szemben. A Rodrigo egy nagyon jó játékos, de nem annyira jó egy az egyes cselezésekben, mint a Vinicius közel sem, neki mások az erősség, inkább a vonalak között felvett labdákból, meg az érkezésben jó. Ez labda nélkül tökéletesen működött, és mondom, ezt emelte ki Pep a sajtótájékoztatón is, hogy ebben tudtak nagyot változtatni. A másik pedig az volt, hogy hogyan építkeztek. Ugye a Madridi meccsen ez a 4-2-es építkezés volt kirúgásoknál, és ott fel is ment a Real Madrid viszonylag magasan, a középpány 3 a 3 ellen, és ott ugye az volt a nagyon fontos, hogy bár két szabad emberük is volt az építkezéskor, de Debrőne volt egyedül fent a vonalak között. Hatalmas üres területek voltak, amiket nem használtak ki. Ugye Tudom, ez az Arzen is ez volt. Igen. Ez működött. az ugye följebb jött. Igen. És a Guardiola azt mondta, hogy ezt azért csinálta, és azért hagyott az első meccsen hátul 4-2-ben, azért csak annyit mondom, hogy plusz egy ember, hogy 3-2 helyett 4-2-ben voltak hátul, mert ugye a Real Madrid stadionjában annyira rossz minőségű a fújs, mert többen panaszkodtak, hogy ő még egy embert be rakni, hogy kisebbek legyenek a távolságok, és ne kelljen olyan távolságokra passzolni, hogy biztonságosabb legyen, ne legyen, ne legyen ilyen átmenet foci. Most pedig... azért szerintem van, van egy ilyen kellé, mert ő el... kamú benne, inkább a nem akarsz átmenet focizni. egy, el... nyilván. De ez, szerintem ez tök logikus, hogy a Pep még erre is figyel, hogy kisebbek a távolságok, nem kell olyan távolságok. De ha a Klopp mondja, akkor mindenki azt mondja, hogy mi a fasz sír, szóval igen, De ez, szerintem mindenki figyel el, és nem véletlenül panaszkodnak egyébként edzők valahogy, hogy szarafő, nem gurul olyan gyorsan, akik passzolni akarnak és így játszani. Itt pedig gyakorlatilag nem volt szükség arra, hogy a Manchester City hátulról kihozza a labdát. Annyira magasan szereztek labdát gyakorlatilag végig az első félidőben, hogy a 3-2-t azt végig tartani tudták. Nem volt alkalma a Real följebb menni. Nem kellett ez a plusz egy játékos a Manchester Citynek, és nem csak azért, mert itt jobb volt a pálya talaja, uh -huh. meg gyorsabban gurult a labda, hanem egyszer nem kerültek oda, hogy mondjuk kirúgásból kelljen építkezni 4-2-ben. Mert nem volt kirúgás. Folyamatosan a Manchester city volt a labda, és a félpálya környékéről legkésőbb el tudtak kezdeni építkezni, Na és ennek volt köszönhető az óriási dominancia, hogy már hamar visszaszerezték a labdát, állandó kontroll volt, jól jöttek ki a párharcokból is, a Manchester City-nél, hogyha említettük az Árzen rangadó kapcsolatot, hogy azért itt fizikálisan párharcok megnyerésével is egészen kiemelkedőek voltak, hát itt most a rámad ide, ezt ugyanezt megmutatták, hogy tök jó ez a szerkezet, meg ez a letámadás, de hát hogyha ebből az egy az egyes pressingből utána lepattam valaki, vagy kiforog belőle, hát akkor baszhatod, mert akkor rád zuhannak. Mindent megnyertek gyakorlatilag az első fél időben. mindent. Hát és ugye ezért a Reálnál szerintem most kezd el az időszak, az a Modric Cross nagyon-nagyon jók, és még mindig kiváló játékosok, azért fizikálisan nincsenek ott már, hogy ezt bírják és lehet, hogy sose voltak, és viszont avval tudták kompenzálni, hogy elképesztő melót raktak bele. Modricból például ma ez hiányzott, vagy tegnap hiányzott ez a mérkőzésen, nem tudta kompenzálni ezzel, nagyon nehéz dolga is volt, tehát elnyomták egy csomó ütközésnél. Rossz, ugyanez igaz, és ezért szerintem igen, itt van a Kámávingák, csomó menek ideje különben a Reálnál, hogy itt már váltani kell, mert a legmagasabb szinten már ez nem működik. Az, hogy mi van a spanyol bajnokságban, valószínűleg a kósz is lehozza a mérkőzést így, de szerintem az, hogy a legmagasabb szinten ezt megcsinált, azt kell lenni fognak most már a fizikális játékosok a mondd is meg a Krósznak meg, hogy mennyire értek vissza. A Citynek mind a két gólja az első kettő az első fél időben, az a Alaba és a Kamavinga között megnyíló, hát ö, épületnyi helyből. Mondjuk a Vinicius a második gólnál. Jött. Jó, hát a Vinicius azért ő rá alapvetően védekezés közben elég ritkán szoktak számítani. Tavaly még, amikor a Valverde ezt a hamis szélsőt játszotta, akkor nem a Viniciusnak kellett visszalépnie pont emiatt, mert ő ebben egészen egyszerűen nem jó. Az egy másik kérdés, hogy miért szednéd ki a kontráid közben a legnagyobb fegyvert a csapatból azért, hogy ő húzod. Hát vissza védekezni. Igen. Az... Uh, szóval, amikor a... tavaly még a. Abba... Igen. Csak, a Cox írta az, hogy a. most, most mintha őtlenül a cikke, hogy a real adba változott meg, hogy most már nem a sztárok a legnagyobb, Igen. hanem a csapat a legnagyobb, és már nincs olyan játékos, akire lehet építeni taktikát, hogy milyen hiányosságai vannak. Hát a Vinicius pont egy ilyen játékos, akire lehet építeni ezt. Persze, másik oldalon hozza azokat a gólokat, amik kellenek tőle, csak ez a, ezt így kimondani, ez, hiszem, ez egy őrült nagy fasság. Nagyjából olyan, mint hogy a szatannak jót fog tenni, hogy kiesett. Igen. Az nagyon mulatságos, főleg, hogy a Szoton székháznak a dolgozóinak a 40%-a az éppen lelép, miután kifognak esni a PL-ből. Hát, tudjátok, kinek a hibája ez? Hát a Igen, <laughs> rá. <laughs> <laughs> Na, szegény Coxival vannak bajok mostanában. Na de back to Real Madrid. Mi van a Coxokkal? <laughs> hát... <gül> Na, a hívó szóra <laughs> megérkezett. Erre nem szeretnék válaszolni. Mi van itt bent? Mi van? Nem It's tudom. It.

Na, Igen. szóval amíg a Valverde volt tavaly a hamis szélsője a Real Madridnak, addig, hogyha olyan csapattal találkoztak, aki öt támadóval nyomult ö, labdás fázisok közepette, akkor vagy úgy meg tudták oldani azt, hogy meg, meg legyenek elegen a kapu előtt, vagy úgy, hogy a Kazamíró visszalépegetett a védelem közepére. Na most ugye Kazamíró sincsen, a Valverde-ből pedig belső középpályát csináltak, innentől kezdve ő nem tudott oda visszamenni, és úgy oldották volna meg, hogy esetenként vagy a Modric, vagy a Kroos visszalépeget az Alaba és a Kamavinga -e közé. Hát ugye amelyik oldalon volt a labda, ugye jobb oldalon a Valver, de bal oldalon a Kroos, és ugye a Modric csak akkor kellett visszajönni és sokszor, amikor a Stones is belépett. Uh -huh. És így az első gólnál pont ez történt, hogy még a Stones hatos posztról is belépett ebbe a fél területbe, és hát azt a túltöltés, azt már nem tudták lereagálni. Hát nézték, hogy most akkor kiforog, ki, ki, és akkor mindenki elveszítette a saját emberét, és akkor azért volt az, hogy a -Szilva gyakorlatilag a végére teljesen üresen maradt, ugye még plusz egy embert ide. Abszolút. És az, ahogyan a Bernadó Silva meg a De Bruyne lejátszotta folyamatosan azt a területet. A Bernadó Silva volt, amikor beindult, van, amikor továbbadta a labdát, és a De Bruyne meg vagy megállt ott a félterületben, területben, és utána ő kezdett el, mint például az első gólnál, amikor a gól pasztatta, és utána Bernadó Silva beindult a területbe, vagy rengetegszer azt a csoportba is írtam, hogy borzasztó sokat volt a vonal mellett, pontosan azért, hogy a egy egyfolytában döntése kényszerítsék, hogy most mész a Bernadó Szilvával, vagy pedig kimmaradsz a De mert bármelyiket csinálod, lesz egy ütemnyi hely arra, hogy tovább tegyük a labdát, és valaki véletlenül üresen maradjon egy pillanatra. És nagyon sokszor csináltam meg az overlepeket kifelé, és azokból is folyamatosan lehetett befelé küldeni a labdát. Hát a, mikor eljutottunk a fél óráig nagyjából, addigra a hollandnak volt két olyan fejese, amit a kurtoá borzasztó nagy bravúrral védett ki, mind a kettő, ha jól emlékszem, egy ilyen középre kanyarintott labdából következett az egyik az erről az oldalról, volt a másik, meg a grillisnek az oldaláról, és tényleg agyon nyerték ezekből a lyukat, mert folyamatosan onnan, ahonnan a City szeret belőni középre a labdát, és ahonnan alapvetően statisztikailag a legveszélyesebben lehet középre kanyarítani, ott folyamatosan volt helyükre. De azért ez a 2023-as city jellemző ez a mögé a De Inkább nekem ezt az előző meccsen pont én ezt hiányoltam, hogy miért nincsenek igazából. Az elején 20 percig csomó beindulás volt a szélsővédőktől, most mindegy, hogy ki volt, de a szélsővédő pozícióban mögé kerüléseket csomó csináltak, és 20 percön megállította. Na és ilyenkor most ez, és ez elengedte a krákent, hogy akkor menjetek gyerekek. Aki akar, az mehet fölfelé, kell tartani hátul az embereket. És mivel nagyon sokszor nem 3-2 maradtak hátul, hanem sokszor kettő-kettő tartottak. Hát annyira nem volt semmi igazából. Egy benzem volt középen, a Vinicius pedig csomószor vissza mm, kellett lépni lépeg, a szélre. Az Akanji is rengeteget lépett. Nagyon volt, volt fönt. Ugye a Walker diás maradt, mindenképpen Stones volt még, és a Stones volt az, aki rengetegszer az, én, én azt figyelgettem, hogy nézzet ki a Guardiola, én most mehetek, vagy maradok, és ő és akkor mindig kicsit visszahúzott 5 méterre, amikor kinyitott, hogy jó, 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 akkor nem szabad menni. Szóval ez volt benne. A másik a Holland kapcsán nekem. A hollanda az, aki Hát, van, aki szereti ezt a játékost. Olyan játékos, aki mint a... Hát az kicsit olyan, mint előre, a, Thanos, a, a Thanos. Vagy nem tudom, a Songokuba nem, a, a, a rossz. Aki azt szereti igazából... Vegita? Nem tudom, az semmi. De, a... Ő utána jó lett. Bocsánat. De ezt ugyanolyan szőke lesz a hajuk, amikor szupercsillagkartosokká válnak. <laughs> Miket néztek? <laughs> Oké. Okay. És akkor nekem azt érzem rajta, hogy ő egy ilyen, egy gép, egy ilyen létrehozott szörny, ami igazából el fogja törni a foci. Tehát ez azért, és mindenki, én mindig azt érzem, hogy a drukkolok, hogy nehogy már játékosok legyenek, aki azt ez a csávú, ez hogy néz ki, hogy mindent, hogy csinál, milyen domináns fizikailag, testben, Hogy fölmegy ütközni, és azt érzed, hogy ő neki biztos nem fog fájni. És soha nem fáj, baszki. Hát <coughs> ágyékra kellett volna mennie, nem térdre. <coughs> Az a kurva élet! <coughs> Oh, úristen! <laughs> ah, na, csak fölébredtem az előbb lent. Jó van. <laughs> szóval szóval azt érzem, mert emellett meg a City tele van ezekkel, akik ilyen kedves játékosokkal szeretjük, mert milyen jó fej, meg nem tudom, csak és nyilatkozik. Na, ő nem. Tehát ő mindennek az ellentétje. Ilyen, ilyen szempontból én ezt kicsit szeretem benne, hogy leigazolták, a olajos csapat leigazolta azért a legdurább játékost, és akkor ezt lehet most erre mondani. Ő, meg, ő hogy is olajjal megy, mert be kell kenni a Terminátort. Ó, oh, mama. Ha már az Akenjit említette a Márk, vagy a Pete, nem tudom, ezt sose tudom már, mire Ezek hozzám a... robotokkal. <laughs> hozzám a... Te, te <laughs> Láttam már valaki a Holland anyját? Én nem, soha. Én hogy... Tényleg elkezdtem gondolkodni. Ez a nyomtató Tük az. Na, szóval, HP vagy, vagy Samsung. Ugye előző héten mondtuk a azt, azt látom, hogy a... Láttam a holland anyukáját, az volt rá, hogy Xerox. Ja, Istenem. No. Szegény elén. <laughs> Előző héten mondtuk azt, hogy az Aki azért, azért kellene, mert az ő ballába az passzsávokat meg passzögeket nyitta meg. Egyrészt, mivel nagyon kevésszer kellett igazándiból hátulról lépítkezni ők, így az Akanji kevesebbszer került olyan helyzetbe, hogy ebből probléma legyen. A másik meg, hogy egyébként ilyen mikrováltoztatások. Az Akanji egy nagyon picit följebb, és beljebb volt azért, hogy igazából ő neki könnyebben oda lehessen jutatni a labdát, és utána tudja tovább tenni, úgyhogy ebből aztán semmi problémája nem volt a Manchester City-nek, pedig az, aki hát borzasztó ja, az fontos az a volt a egész évben. Adat, az előző meccsen azért forgott, neki nagyon sokszor ezt a saját 16 a uh -huh. környékén kellett volna megcsinálni, és sokszor ő volt hogy a szabad Igen. ember, itt meg nem, tehát ott már ott voltak a támadó harmadban, tehát ne kevesebb volt az a hibálási lehetőség, hogy limitálni tudják uh -huh. az őszögeit a második fél időről én ezt írtam a csoportra közösen, hogy azért ott hogy erős visszavétel volt abból a, a gázpedálból, gázpedából, ami végül is nem, nem lett ebből semmi probléma, és azért a hatalmas XG nem termelte a reálit De azért nekem ez olyan fura volt, hogy 40 perc után volt egy ilyen elvágólagos dolog, mert azt mondom, hogy ez ilyen 70. percén megtörténik természetesen, mert egyszerűen a game state úgy áll, hogy 2-0-nál igazából te vezetsz, és ahogy egyre többet vagy vezető ülésben, annál jobban azért engedett vissza a másik csapatot, a másik csapat meg egyre többet kockáztat. Nekem ez egy ilyen szempontból fura volt, de tökre egyetértek ott, azt beszéltük, hogy a srácok, hogy nem lehet bírni egyrészt ezt a nyomást egész végig. Én azt hiszem, hogy ez nem 45 percnél volt ez a fizikai határ. A másik meg azt, rá, hogy rá, most már a képesek arra a City igazából védekezni is. És azt mondja, hogy gyertek, és akkor visszaállunk, és akkor próbáljátok meg. És igazából igen, ez változott a City -nél. igazából, hogy van négy középső hátvédet hátul, és még a csapat nagy része igazából a csapat mindegyik tagja képes igazából védekezni, és fölállt védekezésként, és ez ilyen szempontból egy váltás a City oldalán, de azért ez az a másik időben nagyon látszott, hogy igazából azt mondta a hogy oké, legyen, aztán most átmehetek, az nekünk jó, hogy azt csináljuk. Hát ugye ez, ez a nagy változás tényleg a city mondjuk az előzőre elmondott elleni mérkőzéshez képest, ahol persze az, hogy a 90. perc után a semből rúgott két gólt a de az egy nagyon nagy szerencse, de hát ott a Manchester City-nek a végén már a saját 16-os a környékén kellett védekezni. ez a természetes, hogy a meccs végén, amikor jön a másik csapat, akkor neked vissza kell húzonod, mert egyszerűen fejben is azt mondja, hogy védeni kell az eredményt, védeni kell az eredményt. Picit egyébként szerintem ez ütött be most, és a második fél, hogy basszus, juttunk két gólt, akkor most már védjük, most már nem megyünk annyira agresszívan kimenni. Ez a fura, hogy ezt mondom, hogy ha a játékosok a 60. percben ez megtörténik, természetesen, mert egyszerűen ilyenek vagyunk emberként felépítve, akkor oké, csak 45 perc, de mintha elvágolva. Hát csak van benne akkor... egy olyan trauma, hogy basszus, a rámad ellen már egyszer elbasztok. És itt segít az, hogy védekezett egy picit mélyebben, és akkor nem a nem az Incsenkó a bal hátvéd, meg nem a Zsao Cancelo jobb hátvéd, egy játékosok védekezni éppen nem tudnak. Tehát ilyen szituációban őket nem nagyon tudod használni. Na hát itt... Hát, amikor a Vinicius Juniornak volt egy egyezedje -egy 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 a Kai erre és akkor érezted azt, hogy na, ha mondjuk a Zsolt Káncerról van ott, akkor az ott vége. Ennyi volt. Ez meg befutott a baszki, és visszapaszolt az Edersonnak. És olyan gyönyörűen csinálta, meg betette a testét elé, és utána kifordult. És a Vinicius így nézett, hogy hát, akkor mindegy. Igen. Yeah. <laughs> na ez volt a különbség, és az volt nekem nagyon szembetűnő, hogy a City elkezdett ebből, hogy mi ebben vagyunk, egyre vertikálisabban játszani a Debrőn és a hollandi irányába, és egy csomó labdát eladtak, és ezért tudott utána majd sokkal könnyebben kijönni, mert visszahúzódtak, gyorsan mentek előre, elveszítették a labdát, és nem tudtak magasan letámadni. Ugye ez a klasszikus, hogy minél gyorsabban megy előre a labda, annál gyorsabban jön vissza, a kedves formali Jótól. És aki ebben a szituációban nekem óriási kedvencem volt, és nagyon-nagyon tetszett, az a is. Hozzá került a labda, és az a tipikus pep-kontroll játékos, te ezért játszol, hozzá került a labda, nem rohanunk, visszahúzom, megállok, tartogatom, picit betetem az ellenfelet, és megy egy visszapasz. És utána elkezdték hátul járatni a labdát. Ha visszanézitek a meccset, Tök látványos az, hogy ahányszor a grillist ilyen szituáció megjátszák, tudatosan lelassít, várja, hogy felálljanak Elindul a lakzatba, és akkor a másik oldalra. és, és nem nyugi nem. van, és onnantól kezdve viszont a Madridnak kellett üldöznie megint a labdát, mert a city megint légy van a labda birtoklásba, picit lenyugodtak, picit fel tudtak állni, nekem a második félidőben pont ezért a grillist olyan kimagaslóan jó játszott mezőnyben, annyira okosan csinálta, és persze meg tudja tenni azt, hogy egy kárvál nem mer rá kilépni, mert megtolja mellette, és elmegy. A kárvál az olyan szarba volt egész évkrés ellen, úgyhogy igazából cselt nem húzott, mert csak tolta felje a labdát, és az már annyira érződött, hogy igazából bármi mellett indulni, mert tök rossz pozíciót vesz fel, és majd erről beszélgetünk a Arzenálnál, Ben White kapcsán is. De alapvetően hihetetlen volt az, hogy mennyire félt a grillésnek attól, hogy meg fogja verni egy egybe, és ezért tényleg az volt, hogy elindult felé, majd szépen elindult befelé, és a másik oldalon még volt üres ember, átjátszott, és megtörtént. értek vitte, hogy ez taktikai nagyon jó, azért meccset nézve kibaszott unalmasá teszi egy minden mérkőzés, és ugye ez a city sokszor a, meg a grillis City házasának a rákfené igazából a látványos Villa játékosból csinált egy unalmas City játékost, aki még hasznosabb igazából, csak neked, amikor nézed, akkor megszoktad hogy azt a világot, de jó, megcsinál három cselt, lő egyet, ad egy gól, passz, valami ilyesmi, hát ezek nem jönnek. Hát City játékosnál, ott ugrott be, amikor azért Woody Harrelson törölgeti a szemét pénzzel. <laughs> a grillisnél egy ilyen and játékosból sikerült egy ilyen nagyon jó munkás ember csinálni, aki viszont ebbe olyan szinten tökéletesen élik, és hogyha egyetlen meccs volt, ami miatt a Manchester City-nek megijedte leigazolni a jagglist, akkor szerintem ez a rámad. Hát rámad, várjuk meg az öntőt, mert arról fog szólni minden, hogyha valahogy kikadnak valami borzasztó szerencsétlenség akkor ugyanaz Egyébként lesz. Egyébként teszem hozzá, én... nem akarok ennyire előre szaladni az időben, de az Internek szerintem azért vannak olyan eszközei, amikkel ezt a city lehet bántani. Bántani nem. biztos. Hogy ne, azért, más kérdés, hogy ugye ez ilyen ö, bunkóval csapkodás lesz, vagy tűvel szurkálás? Bánt, bántani lehet őket. Jó, csak attól hogy hova, hova szúrod azt a tűt. Mert a bordák Valóban. közé az nagyon fáj. A, ezért a bunkó is. Az, azért annak az inzági csapatnak olyan sémái vannak támadásépítésben, és hogyha mondjuk a Lautaro ezzel, vagy az Edin Dzeko-val, hagyod egy az egybe a védőidet, és ők meg tudják tartani a labdákat, érkeznek a szélső hátvédek, és ez picit lehet, hogy olyan lesz, mint a Chelsea elleni BL eldöntő, ahol ugyanezt történt, hogy a Manchester City ment, és egy tök jó kihozatali sémákból a Chelsea végül is belőtte a győztes gólt. Persze a Manchester City egy sokkal jobb csapat, tehát nem, nem kérés játékos minőségben, is taktikailag minden, de <laughs> de például ilyen megoldásokban az Inter szerintem jobb, mint a Real Madrid. Hát, Játékos minőségben nem. Hát és örüljünk, már hogy nem a Milán sem. került oda. Hú, az, az egy borzasztó sima meccs lett volna, hogyha a Milánnal kellett volna játszani a Citynek. Szerintem az egy óriási különbségű történelmi győzelem lett volna. Így, így, szerintem egy tök jobb döntünk lesz. Maximálisan értem, adom, és csak alátámasztani tudom, azért a Chelsea is, meg a Real madrid hasonlatnál is, és most ezt esküszöm, nem getiskedésben mondom. Akkor óriási a, Nem, <gül> <gül> a, én nagyon a nehezen a tudom... Mondott, hogy megmondom. <gül> <gül> nagyon nehezen tudom elképzelni azokat a sémákat, amiket elnézve a Manchester City-nek az agresszivitását, meg az intenzitását, meg a párbajerősségét, amelyek fölé az Acerbivel, meg a Dambrózióval te fölül fogsz kerekedni? Majd a Dünfréz. Jó, jó, a Dambrózió nem fog játszani. De <laughs> akkor a Dármiánnal. Például meg egy az Acerbivel. Például egy nagy különbség van. de jé, Ez a tipikusan az, amikor a konte csapatok jól építkeznek. Tehát ott nem kell neked világklasszisnak lenni. Ki verte te... meg a sit legutóbb? Hát például. És az egy dolog, ami nagyon fontos, hogy az Internél a A Stellini. <laughs> a kapuban ott van Onana. <laughs> Tehát a, a Kurtoá nem tudott plusz egy ember Persze. lenni itt az emberedésen, az Onana, ha no, az tényleg plusz egy mezőnyjátékos. Tehát ő lábbal világ egyik legjobb uh -huh. játékosa. Mert ő megcsinálja az meg a cselt kapusa, is. Kapusa, de igen. Én világ egyik legjobb kapusa, igen. Tehát az egy, szerintem egy óriási plusz lesz, és szerintem taktikailag is emiatt egy porzasztó érdekes más lesz a döntő. Mondjuk, hogyha megcsinálják ugyanazt, mint a <laughs> angol megcsinált az olaszok, azt mondják, hogy hát akkor átcsárvének tett ki. És úgy akkor vontsád, és akkor sok sikert! Én a, az Acerbyt tudom, hogy nagyon sokan az ilyen privát, meg magánügyi, saját magán felül kerekedékesei, meg gyógyulása miatt nagyon szeretik. Pff, a, fú, tényleg, annyira labdavigyetlen játékos szerintem, jó, és jó, az olyan inzagyi, szinten el tud aludni. Olyan szempont, meg ügyesen használja, hogy őt ilyen, ilyen dikojnak használja, mindig a Csalina. középályán köszönöm szépen, hogy felmegy hatosba, de hát nem azért van hatosba, hogy felpasszold rá a labdát, hanem hogy kivegyen egy csatát, uh -huh. majd vegy vele, és akkor hátul viszont plusz egy ember az onanával megvannak. Tehát az, nyilván az Inzaghi is ismeri a, az átcserbének a, a korlátait, és ennek megfelelően használja a City ellen, sokkal nehezebb lesz, mint a Milán ellen, mert a Milán az ilyen, már bocsánat, de ilyen ostoba emberezéssel játszik alapvetően, és könnyen tudod manipulálni. Ezért a Manchester City-nek a, a labda nélküli játéka is, sokkal komplexebb lesz, de, Szerintem az Inzág ilyen szempontból egy tök alul értékelt uh -huh. edző. Főleg azért, mert a bajnokságban idén nagyon durván alul teljesítettek, mondjuk Abszolút. a szezon utolsó harmadáig, de közben ilyen meccseken elképesztő jól fel van készítve uh -huh. ez az Inter. És azért a középpen is egy Brozovic-sal, ezeket meg tudott csinálni. Csáthánogló valamilyen formában játszik ebben a szezonban. Előllel, utáról vagy A Csáhánogló az, amilyen nyomás fog most kapni magára, azért az más lesz, de igen, igen. Nem, az egy, az egy jó meccs lesz szerintem. Uh -huh. Kimányatáltól függetlenül. És nem, nem esélytelen szerintem pontosan ezért az Inter. Nem, azt semmiképpen sem mondom, csak benne van, hogy attól függetlenül, hogy alapvetően én is szorosnak el tudom képzelni, nagyon sima lesz pont a játékosok közötti benne különbség van. miatt. De ez megint csak hogy egy meccs. Tehát Persze. bármin elcsúszhat mikor lett újra a csapat? Hát ilyen 5 éve. Hát, <laughs> igen? Igen, hát ját, most már egy, Öt éve ők a térje csak. A csak nem, nyernek. meg, jól, ez csak baj. egyszer nyerték meg. De. <laughs> Mert hogy a B-ből, azért nem nagyon vitésként. Hát jó, nyilván volt, az egy az az ilyen gyógyágon mentek végig a csoportkör után, de hát azokat kell megverni, akik szembe jönnek, azokat meg megverték. Meg, meg ebből a két évet a kontével mentek, bl ben az nem segít, szóval. Tóni tényleg, megvan mi? Jól van? De van nem valami szóval Toni ról? Az meg Éppen, ma Majorkán. Nem tudom, mennyire volt komoly Instagramon, tényleg lájkolt, hogy te nem fan oldal kirakta, hogy a, az ártét az utolsó hét meccséből kettőt nyert, meg is akkor szólt, hogy nem, nem, nem hiszem. Nem hiszem el ezeket. Én Tóniról elhiszem. hiszem. El, el, akarom hinni. Tóni az most pár hónapja hiszik. Illetve hát mióta. Ennyi? ti? Pepről nem akartok nem, kicsit de, mert beszélni. át akarok úgyis kötni a, a, második témára, már itt csak no. a City letámadása kapcsán, itt a Zárzenál Brighton, az itt tök jó hasonl hasonlat. Most Egyetlen egy kötelezettségünk van még. Három hát, Egy három arsenálos, végre? egy arzenál nem, csak hogy a hőzébe is. <laughs> itt a Brighton arzenál még a, a főműsorban. A City csalása <laughs> felért a csúcsra. Ja igen, Jenny. csalnak. Végre becsalták magukat mindenhova, most már az őrüljenek nekem. No? Nagyon jó a Manchester City, Guardiola egy Jenny, de csalnak, és egyszerre a világon egynél több dolog is lehet igaz. <laughs> jó, de igen, akkor ez a fontos szerintem, hogy akkor ez deleg így van, tehát ugye ezt továbbra is kell mondani. Most csalnak. Csalnak, hát igen, hát ez ilyen. Nem fáj. Nekem különben... Kicsit azért csal. az most talán a... Most tudom már, ez a jött ki most ilyen cikkkel. Vettük részt robertson volt, nem tudom már ki volt, de azt mondjuk, hogy a baj -e az, hogy a Manchester City most lehet, hogy a B-t is behúzza, a Premier League-6-ból ötször, és mellette ligakupát azt hiszem, mindig bedobják a szekrénybe hátra. Szóval az, hogy. De nem olyan, a kupa? olyan szintű. Ma majd most lép az effi kupa, kupa lesz. lesz. De olyan szintű dominancia van, most már is örüljünk annak, külön, hogy a Guardiola az elmúlt időszakban, elcsókerkedte a B-t, mert ha most behúztak valamikor behúztak 5 B-t az elmúlt időszakban, akkor most arról beszélgetnénk, hogy mindenki is játszunk. Mert a Premier League az lassan erről szól, mindenki is kezdjük el, mert a végén úgyis csak City nyerí meg. Volt egy freak szezon, amikor a Liverpool behúzta, és azóta meg bárki csinálta bármit, a Liverpool ugye kétszer elment 100 pontig, és így se tudta megnyerni basszus, a bajnokságot. Én ebbe érzem azt, hogy azért ez a baj különben az, hogy csalnak, meg hogy engedjük, hogy csalnak. Mert egyszerűen kiépítesz egy olyan csillagrombolókat, mert oda lakja a szakmai munkát is mellé, és azt a végtelen pénzt meg jól is használja. Mert a PSG csinálja, hát tök mindegy. De az, hogy a City csinálja, az baj. És a Newcastle, amit csinál, az is baj. Mert elkezdenek az ilyen csillagrombok megjelenni, és az lesz, hogy akkor a top négy át fog rendeződni, és az a kérdés, hogy kinél van az olajpénz, és akkor ők játszák az új top négyet. És akkor a city lesznek, a newcastle lesznek benne a top négyben, nem az Arzán, meg a Manchester United, meg a Liverpool lesz benne. És szerintem ez azért továbbra is baj, és ezt továbbra is ki kell mondani. Szerintem bajban van az európai foci, mert itt van ez a pénz, amivel nem lehet mit kezdeni, és sok helyre nem engedik be, ide meg beengedik. Mit szólnátok, hogyha a jövőre Championship League lennénk. Oda is. Mert hogy az Mondt? még igazi fotball. Ott tudják, hogy kell csak. Vagy választhatok egy rendes csapatot magatoknak. Duna szerda ja. egy választási lehetőség. A Russell, a Russell Martint kirúgták már a swansea Vagy még mindig ott van? Ezt most nem is tudom. Mert akkor a fogok szurkolni. mert Russell Martin a helyi pep. Csak ő melyik? <laughs> ő melyik? Van a kopasz pep, a hajas pep. A színes bőrű pep. a Russell Colling a, a Az angol megyei Pep. Megyei Pep? Oh. Pep a megyéből. Megyei Pep. Pip. Na. Ja, még annyi teleg a, a legvégéhez, Na hogy megint még. csak a city dominancia, hogy ezek hazai pályán lőttek -e egy hatost a Manchester Unitednek. Lőttek egy négyest Hú, három Lőttek meg. egy négyest az Árzenának, tehát gyakorlatilag majd, hogy nem minden komoly ellenfelüket megalázták. <laughs> tehát és beszélgettünk, hogy a hát az Árzen ellen, hogy milyen fölénybe focisztak, és basszus, ugyanezt megcsinálták a Real Madrid ellen. Ugyanezt megcsinálták a Liverpool ellen. És nekem nem mondja senki, hogy ez a Manchester City jelenleg nem a világ legjobb csapata, és ez nem azon múlik, hogy most az Inter ellen mondjuk nyernek -e a döntőben. Egy meccs alapján tök mindegy, ott bármi lehet de ezek a teljesítmények ebben a szezonban az, hogy az meg február 12 óta egy döntetlent játszottak, azon túl mindent megnyertek, ez nem normális. És nyilván ott van mögötte az, amit a, a már hogy ez már tényleg egy ilyen egészségtelen dominancia, de miközben nem alapvetően meg nem tudod nem csodálni, mert attól, hogy kurva sok pénzed van, ennek még nem kéne ennyire jól működnie. Na mehetünk. Hogyha ők nyerik az FA kupát is, akkor mi játszuk velük a Community shield úgyhogy sz... a Végre egy jó augusztusi program. Na, Budapest Izred lehet belőle. Akkor majd is ide meg lehet őket verni. Igen. igen. Már a is sikerült, látjuk milyen jó szozonyuk. Még szoktak is altatni. Beteszegeti a Colt vagy nem tudom, mindegy. Az. Jó lenne, triplázol a Guardiola aztán. Nyugdíj. Kisvárda. Az ez nem fog elmenni. Kisvárda. Vagy Na nézzük, hogy mire ment a bajszos olasz pepa hajas Nem, nem, nem. Nem. De miért nem? Hát de együtt szoktak vacsorázni. Összevárdiólászt, ő már saját magát. A Bence megnyalta a száját jó ezzel indítjuk újra a TikTok csatornát. Bence is az a úgy érzem. ilyen nem csoki Mikulás, hanem csoki Az így az nyalogatja a mert kikapott az arzenálmi. Persze, hogy nem. hogy a következő szóban már kénytelen lesz az Arzenálnak szurkolni, mert megveszik neki a Declan Rice-mest. Rice-oszt? Ja, tényleg elmegy a kedvencünk. Menjünk már a következő már tegnap előkerült. A, Brighton egy lány szólag fölényes három gólos győzelemmel végérvényesen kivégezte az Arsenal bajnoki címről szőtt álmait, de maga az eredmény közel sem festi le hitelesen a mérkőzésen történteket. De Szerbi és Arteta csapatai egy rendkívül érdekes taktikai csatát vívtak, amelynek a részleteit érdemes megfejteni. Mi volt a terve a labda játék során, és mennyire sikerült ezt megvalósítani? <gül> Jó. <gül> ezt most megtartom magamnak. Jó, ennyi. Milyen hát szinten, volt. Hát, milyen szinten így... tudta megvalósítani a Brighton a saját játékát a labdával, és mit csináltak a labda nélkül? Illetve a legfontosabb kérdés, mi történt az arzenállal a második félidőben, fél időben, ami miatt Arteta rendkívül csalódott volt? Kikaptak. Nem, Egyébként. Ez, nem hát, leszünk bajnokon. Ah, ugye ez a téma, ez arra van felfűzve elsődlegesen, amellett, hogy amúgy a meccs nagyon érdekes volt, de ennél sokkal fontosabb, hogy a Pete órákon keresztül harcolt különböző nagyobb ilyen elemzős focis profilokkal a Twitteren a mérkőzéssel kapcsolatban. Nagyon nem kellett harcolni, egy emberre kellett harcolni. Egy, egy fontos emberrel harcolt, és közben valaki kiált mellette, valaki nem. És ez volt hát az utolsó az ecsetvonás, azt hiszem, ami megadta a löketet. Ja, a nagy szabadságharcosa. Igen, valóban. No. Na, most most a... láttam egy kiírás, ami kávézóba, az élet rövid. Nem éri meg a világháló veszekedni valakivel a világ másik oldaláról valami semmiről. És ugye ez, kicsit ilyen, ugye ez a letámadás LBL-el harcolni erről, de... Na, mondd el, és onnan kiindulhatunk visszamenőlegesen. Nem tényleg ez egy baromi érdekes meccs volt, és valóban sok mindenkivel nem feltétlenül vitatkoztam, de beszélgettem erről utána nagyon hosszan, mert csomó olyan aspektusa volt ennek az egésznek, hogy egyáltalán mi alapján elemzünk valamit, és erről ja, nagyon sokat... De Peter, nem? John McKenzie is most hát. már osztogatja a bravo! Köszönöm szóval. szépen! Hú, hogy? És... ő az új Michael Cox. Ja, már ja, mert a régi történt. történt. Jobban szeretünk, mint a Michael Coxot Igen, most már mi egy ideje. Michael Na, ő megbolondult, mikor a Ragnik megérkezett sajnos. Ez úgy tényleg. Azt láttam a posztain, hogy így öregszik. Michael. Ő, ő, ő átment propagandistába, igen. ő a izébe. Ő most már a ráfellenes. Gonosz, gonosz nyugdíj a szomszédban. Ez ez tíz menni. év után szerintem mindenki kiég, ez baj, mert ezt 2010 óta csinálom, teljesen mindegy. <gül> <gül> Látjuk a jeleket, nyugi. Köszönöm, köszönöm szépen. <laughs> hogy. Kicsit összevagyasva. Mi is aztán próbáljuk elkerülni sokszor, aztán vagy sikerül, vagy nem, hogy bizonyos következtetéseket A mennyire engedjük, hogy az eredmény az, az befolyásolja minket. És uh, meg próbálom ezzel harcolni. Ó, értem, értem. <laughs> Például jó erre a, ugye a tavaly, ha már erről beszélgettünk, Real Madrid-Manchester City párharca, ahol mindenki ott levonta az eredményből, hogy hát igen, a Real Madridnak a győztes DNS-e miatt ezekben a párharcokban őket egyszerűen mindig levelik az olyan gépeket, mint a Manchester City-nek nincsen történelme, nincsen múltja, meg lelke, de a Real Madrid DNS-e benne van a siker. Hát ezek szerint kiműtötték belőlük a DNS-t, hogy ebben azt hiszem, sikerült. mert annyira ki akartam mondani, az előző talán nem tudta, azért most ez a csak elmondta. Sikerült kiesni, tehát ott ugye sokan beleestek ebbe a csapdába, hogy valamiféle ideológiát próbáltak gyártani a köré, hogy bementek lövések az egyik oldalon, a másikon meg nem mentek be. És picit én ezt éreztem itt a, a, az Arsenal Brighton meccs környékén is, ami nagyon hasonlított arra, amiről egy hete beszéltünk a Newcastle Arsenal meccs kapcsán, hogy ott a Jacob Murphy kapufát lőtt az elején, Őreg volt, a 30-ról, 30 30 és a koronatok kezdve az Ázenál kontrollált. Na, itt a Brighton meccsen is egyébként pontosan ez történt, mert az első fél a Brightonnak volt három lövése abból, hogy ilyen hosszú labdákkal kilőtték a szélsőknek a labdát, és akkor egy -az egyekre mentek rá, ami mindig egy tök jó menekülő volt, és a Brighton ellen ezért nagyon nehéz játszani, mert nem elég, hogy neked le kell zárnod a támadásépítésükben ezeket a középső zónákat, hogy ne menjenek át rajtad. Ők simán kapussal, egy felpasszal elmennek a szélsőgök, meg jól cseleznek. A mitoma a Ben White ellen az egy mismatch, és ezt láttuk ezen a mérkőzésen is. De ugye az álzenán ettől függetlenül nagyjából itt az bekapott gólig, labda nélkül szerintem elővezette az egyik legjobb matchtervet, amit a Brighton ellen láttunk ebben a szezonban, mert benne volt az a fajta ilyen itt itt midblock, 4-1-4-1-ből, amit az Everton jól csinált, amit a Manchester United is szerintem jól csinált az FA kupában, meg a, a bajnokin is. Az ezzel vidatkozni majd de elmondom. De közben fenn voltak magasan is. Tehát a Brighton ellenszínen nem elég az, hogy te kimész egy az egyben letámadni, mert a kapust mindig tudják plusz egyként használni, harmadik emberként. Ugye a Chelsea ezt próbálta csinálni, sok csapat ezt próbálta csinálni, hogy kimegyünk egy az egyben, és akkor kapussal megtaláljuk a harmadik embert, és onnantól kezdve rád rohanunk. Szerintem az nem jó megoldás, hogy nagyon frontálisan játszol el. Hát, de mert, na, Mondd végig -e aztán, igen hanem meg kell találni azokat a triggereket, ami alapján te el tudsz indulni. Ugye az Ázánál Áz megint csak úgy nézek hogy 4 1 4 1 felálltak, és a jó volt az, aki jobb oldalon gyakorlatilag zónát védett, a gilmore meg a McAllister között, és mindig nézte, hogy kire kell ugrania, hátul kell maradnia, mert jön -e a McAllister, ugrik-e az öreg óra kolvére, és akkor mennie kell a Gilmúra, vagy pedig maradjon pozícióban, és ezeket a felpasszokat olvassa le. És egy két ilyen labdaszerzése is volt az Ázanának, hogy területet védett a Zsorzsinyó lefülete, és utána egy felpasszolt is volt az Ázán 16 a 16-os környékén. Valami ábrák, mert ez így. Szóval. ez most kifejezetten olyan meccsikem. A Twitter láthattok el. Annyira <laughs> tudtam, bazd meg, nem igaz egy hát, És szerintem ezt nagyon jól csinálta Egyább. az Ázenál, hogy a középső területekről a bal szélre kiszalította a Brightont, és ott viszont már kimentek egy az egybe. Tehát, és nagyon sokszor eltolódtak abba az irányba, hogy a Jacka helyezkedett mi? a két hatos között ilyenkor, és ugye a Brightonnak az első helyzete az abból jött, hogy a Jacka fél milliméterrel maradt le a felpasszolt labdáról, és utána elvitte a, beível, a indítás után az NC szó lövésig. És milyen pici dolgokon múlik az egész, hogyha azt a Jacka lefüleli, a stílnek a passzát, és belúgja üres kapura, akkor szerintem aznap, meg azóta is minden attól lenne hangos, hogy fú, hát az ártéta megfejtette, hogy hogyan kell letámadni a dezerbit, és milyen kurva jó. Szerintem ez sem igaz, mert a Brightonnak ugyanúgy voltak menekülő útja, hogy hogyan kell ebből kijönni, csak pont ezért szerintem ez egy nagyon kiegyenlített párharc volt mindkét csapat részéről, hogy mit csinálnak a labdával, meg a labda nélkül. Nem akarok addig elmenni, hogy mit csinált a Brighton labda nélkül, mert szerintem maradjunk még ennél, meg ne zavarjuk össze még jobban a kedves hallgatóságot, mert szerintem már, ahogy elmondtam, már rég elveszítették a, a fonalat, de hogy szerintem nem volt annyira egyszerű az dolog, hogy most jól működött az állandó támadása, vagy nem. Bizonyos elemekben jól működött, de a Brighton szerintem nem lehet csak egyetlen dologgal megfejteni, mindig van valamilyen kiút. Én hadd már pár dologgal. No. Az egyik az, hogy a szerintem lehet azt mondani, hogy az Arzenál támadása nál látunk jobbat a Brighton ellen. Szerintem az a Manchester City fölvállalta az egy az egyet, és azt mondta, hogy rúgdossák fel a labdákat igazából, egy egybe is akár. Egy egybe védekezünk, és van olyan felüljünk szuperjött, hogy uh, fe, van olyan technikai képességbe fölényünk, hogy egy az egybe, gyertek. Technikai, fizikális. Minden azt mondjuk, gyertek, és akkor nézzek, Nézzük, meg, is egy az mi is egy az egybe, egy játsszuk le. Ez őszí... a őszí... kihívod őket a bárszére. Amikor gyere, a játszott között. a Manchester City a Brighton, -ot. ott ugye picit hasonló csináltak, mint most a Real Madrid ellen, csak ott a már ezt húzták be a belső védőr, és a szélre terelték ott is a játékot. Ugye ezt csinálta az Ázán, is, amikor idegenben játszottak a Brighton, a Mátin Ellie jött be, és ugye a lemti felé terelték a játékot, az Incsenko ugrott rá mindig. Szerintem ezt Lehetne valahogy megfejteni, hogy miért nem ezt csinálta most megint az Ázán. Ugyanúgy a szélre tereltek, csak nem egy szélső de, ugrott be. De ne, nem szélre tereltek. Az egyik szélső, egyik szélső véd, vagy a középső hátvédhez töröltek. Nekem ez volt a baj alapvetően, hogy de. pont a Livákóvérre jött ki ez az egész letámadási séma, és ő volt döntési helyzetben. A, aki szerintem a Premier League top öt játékos abba, hogy mit csináljon, amikor nyomás alatt passzolnia kell. Hát azért adott be ebből mondjuk három olyan passz, egész védelem mögé egy 70 méteres labdát, amiből egy az lett belőle. És voltak ebből belőle húzós, meg elpasszott bej. Szerintem is elpasszott labdai voltak, fölpasszolja meg kell amit nem tudott úgy átvenni, vagy éppen valaki lefülelte a labdákat. Nekem ez volt a kérdésem ezzel egészen, hogy jó-e az, mert ha a Webster vagy a dánk lett volna ott, akkor szerintem ezt az Arzenál csúnyán megnyeri ezt a mérkőzést, mert nem tudnak passzolni nyomás alatt úgy, hogy oldalról az ödegor megtámad, nincsen passzopció, mert elveszi azt a passzopciót, és föl kell folyamatosan. És jön vissza a Ferguson, jön vissza a McAllister, föltöm rá passzolni a és a Colby ezt rendszer sem megcsinálta. Én ezért vagyok különben a Colby felé fordított imaszőnyeg, nem, nem, nem kevésbé a Guardiola felé, mert szerintem 19 évesen ezt megcsinálni egy középső átfedő ballából angolként, ő érte le kell rakni a nagy pénzt, nem valakinek, aki szeretne egy ilyen közösséget. Úgy, hogy chelsea már most a játékosa is hát, kéne beépíteni. És nem fogják, hanem majd <laughs> eladják valakinek, szerintem ez lesz, de lássuk meg. De ettől függetlenül nekem ez a kérdésem alapvetően, hogy értem, hogy ez egy, nekem tetszett alapvetően letámadás, és én azt nem tök jól működött, működhetett volna is, és működött is, de a probléma nekem az, hogy igazából, amit Ödegor csinál, ugye itt, elkezdi megtámadni a Colvét, és nekem az nem tetszett a Brighton oldaláról, hogy ebbe a pillanatban négy a háromba vannak mert egy játékosnak, a Zsorzsinak érkeznie kell fölfelé, de van egy ütemed, amikor azából használhatnéd, használhatnéd falként, ugye ez a klasszikus, a fölpasszolod, és ő egyből visszapasszolja annak az üres embernek, aki a két hatos volt, és nekem a, a meg a, ki volt közé, a rossz volt, Szóval kurva gyenge játszottak ezen a mérkőzésen. Ilyen szempontból, hogy ha ott a Mekelisztel van, ott megkapsz egy labdát, azonnal visszakapja, és a Zsorzsinyó egyszerűen nem, nem ér oda időben, arra, hogy ez a gyors visszapassza, hogy csak fölpasszolja a Colville, és egyből lejátszák annak az ötegor, aki jön ki arra a hatosról, oda vissza van, van egy ütemed, és amikor már szembe áll a játékkal az a másik hatos, a Zsorzsinyó esik rá, onnantól te meg vagy. Mert onnantól meg, már, már levetted Ezért volt nagyon fontos a Zsorzsonyú pozíciója, hogy nem ugrott egyből mindig a gilmore amikor kijött az Ödegor, hanem mindig a kettő között helyezkedett, és az Ödegor ebben nagyon jó, és nagyon sok csapat kihasználja, szerintem a Newcastle sokkal jobban használta ki, és ők máshogy is építkeztek, ugye 4-3-3-ban, hogy a Bruno Gimárias találták meg mindig az Ödegor felpassz, visszapassz, és utána át is kellett emberezésre állni a, második fél időben az Árzenának. Itt, ahogy az Ödegor kimentésén én azt azért mondom, hogy szélre terelték a labdát, mert ahogy az Árzenál felállt, hogy a Gabriel Jesus volt a, a másik oldali közép hátvéden, meg a stíl között ugrált. Hogyha kiment szélre a labda, akkor a kapus felé vezető utat zárt el, és a jacká is, hogyha kiment az ődegor, akkor megint csak két hatos között helyezkedett, hogy tudjon a labda közelére is ugrani, hogyha kell. És azért volt szerintem nagyon nehéz ezeket a diagonál passzokat megcsinálni, mert a jacká is ott volt, a Zsorzsinyó is készen állt ugrani, az ődegor meg lefogott egy egész passzávat, és emiatt sokkal szélesebben kellett helyezkedni a Brightonnak a két közép hátvédjének, és a Colville rendszeresen a 16-os vonalánál, vagy még azon kívül kapta meg a labdát. azon És ott, na az már szélső pozíció, és ott viszont már ember ember rá, tud zuhanni. Ezért volt, hogy ha akkor visszajött a McAllister, akkor a Zsorzsinyú tudta, hogy oké, akkor őt kell fölvennem, mert befelé az ődegor meg a jacká miatt már nagyon kockázatos passzolni, és mondom, mondom az NC szólövést, amikor a Jacka egy ennyivel maradt le, ott megcsinálták, csak amikor ennyi múlik a dolog, és ilyen kétes a kimenetele. Általában ezt csinálják. Igen, ezt mert és bátran megcsinálják, csak mondom, szerintem az Arsenal, nagyon jól felkészült arra, hogy ezeket kiasználják, és amikor van neked öt labdaszerzésed az ellenfél tér felén, és abból mondjuk hármat elviszel lövésig meg helyzetig, és abból nem használsz ki egyet sem, na akkor a barátom viszont téged meg fog büntetni, mert viszont lesz az, amikor ki fognak jönni, lesz az, amikor fel fogják passzolni, mitomának, lesz, amikor ki fogja forgatni a stíl területbe. És ebbe bukott bele szerintem az Ázán, hogy nem használta ki ezeket a lehetőséget, amik adódtak neki a letámadásukból adódóan. Az idegenbeli meccsen is négy 2 re nyert az Árzenál, hát de ott gyakorlatilag, amikor labdákat szereztek és átmenetből tudtak játszani, kiasználtak a helyzeteiket. Szerintem ezeken a meccseken az Árzenál Newcastle-on, a, az, Newcastle a most az Arsenal Brighton egyszerűen az döntött, hogy ki az, aki először belövi a helyzetét hogyha az Árzanál lövi be először az első helyzetét, azonnal szerintem egy teljesen másik mérkőzés, főleg az azért... cél. Igen, Ebben nem végül, biztos, inkább csak ki jobban a helyzeteit. Mert azt hogy most kirúgja de. az elsőt, szerintem nem nagyon sok az Az, az a második félidős viselkedése miatt volt nagyon fontos az, hogy a Brighton szerzett vezetés, de akkor majd a rátérünk, csak Bence gondolom, te is akarsz még ezzel kapcsolatban. A... én ugyanúgy gondolkodtam, beszéltek, nem <laughs> Na, ugyanúgy gondolkodtam azon, Remljük hogy vajon... sem. <laughs> <laughs> miért arra jött ki az ártétenek a gondolata, hogy a Colville-t hagyjuk legalább egy olyan másfél ütemnyire szabadon, és miért ő az, a, ő az aki alapvetően azért küldözgetheti előre a labdákat, és én személyesen kettő dologra jutottam. Egyrészt ugye említettétek ezt az első Brighton arzonált, ott az a, a Brightonnál egyfelől a Robert Sánchez volt még a kapuban, nem a Steel, másfelől az Arsenalnál a Thomas Partey volt még a ereje teljében és tök jó formában a hatos. Nem, nem azon múlt, de igen. A, a Tomás Pártit, hogyha embereznem nem kell, akkor azért a sorsinjónál értelmezhető módon sokkal könnyebben küldöm fel párbajokat megnyerni, ez az egyik. A másik pedig azért mondtam a Stilt, mert a Stilnek volt 56 passza, abból 8-at rontott el. Egyetlen egy volt az, ami a baloldali Hogyha elfelezzük hosszában a pályát, akkor a baloldali ordala volt rossz, és hét rossz passza volt a jobb oldalra. Kb. másfél szer több passza volt baloldalra, mint amennyi jobb oldalra volt. Ő egy jobb lábas sávú, értelemszerűen, hogyha nem kifordítanod kell a belsődet, hanem tudsz balra passzolni, akkor az egy sokkal könnyebb sáv. Én azt gondolom, hogy. Ez így, nem csak emiatt van. Nyilván. Nem, azért mert persze. A polvi volt zűres ember, de igen. Ö, értelemszerűen, de én azt gondoltam, vagy ez volt a megfejtésem, hogy az Ártita így kombinációba azt rakta össze, hogy úgy, hogy én nekem ne kelljen kimozgatnom nagyon sok felé embereket, tehát alapvetően csak maradhatson, maradhasson a baloldali félterületben, és úgy léphessen ő fölfelé, mert nyilván a Zsorzsinyótól fogod elvárni, hogy megtegye ezt. Közben az ödegór is nagyjából ugyanazon a helyen maradjon, meg a Jézus is nagyjából ugyanazon a helyen maradjon, mert igazából szerintem a Jézus meg az ödegór nagyjából ugyanúgy megtudta volna azt, hogyha elforgatod ugyanazt a két szerepet csinálni, az ödegór is lehetett volna picit magasabban, a Jézus meg a hatoson, ők ezt fel tudták volna váltani miközben, hogy ez megmaradjon, és a letámadásunk működjön, és a stil, hogyha az egyik oldalra sokkal rosszabbul passzol, és több a hiba abba, hogyha arra próbálom megterelni, hogy ott legyen a nagyobb nyomás rajta, akkor többször fogja eladni a labdát, hogyha jobbra, a jobb oldali félterületébe, vagy a ezt nem, nem tudom normálisan elmondani, de hogyha a jobb oldali felébe kell felpasszolni a labdát, és nem pedig a bal oldalra. És ezért alakult úgy ilyen féloldalasan, hogy igazándiból neki tök mindegy lett volna, hogy melyik középső védő az, akire kijön ez, csak a kapus miatt inkább azt mondta, hogy a Colville csinálja meg, és onnan jócskán ki... Értem. A... Stíl a jobb oldali területére a pályának Igen. rosszabbul passza, mint a bal oldali területére, ezért a bal oldalira engedem, hogy passzolja. Nem, ezért van magasabban a Jesus, és ezért Hadok. Ezért veszem már a jobb oldalt a pályának, ha szabó passzol. Nem, ezért ha ezek még nagyobb nyomást rá, hogy ő neki, hogyha a jobb oldalról kell passzolnia, akkor rögtön az első pillanattól kezdve legyen egy fél tized másodpercnyi ideje, és utána a szóval szóval A rendszer azt akarja mondani, hogy az Arsenal azért nem hagyott szabad embert a, a Brighton-nak a jobb oldalán és a saját bal oldalán, mert oda a stíl könnyebben ki tudja játszani a labdát. És ezért terelték hát balra. Nem, azt mondod, nem a... pont azt mondom fordítva, hogyha valamibe gyakrabban hibázok bele, akkor az Ártéta megpróbált arra ráerőltetni, vagy ráerősíteni. De nem azt erőltette, hogy... hanem azt erőltette, hogy balra passzoljon a colville Hiszen az ödegor nem jött, csak a passznál érkezett meg. Én azt nem. értem, de hogy a... Jesus volt magasabban, ő volt az, aki a középső védő, és a stil között igen, helyezkedett. Igen. Tehát, a jobb oldalai, elveszett tőle? Baloldalra passzol, igen. és én jobb oldalra meg nem hagyom, és hogyha van egy tizet másod. Nyilván nem lehet az, hogy te csak az egyik oldalra vidd el a játékot, hanem vinni kell mind a két oldalra. Hogyha kevesebbszer is, mert arra terellek, de muszáj leszel néha jobb oldalra is kivenni a labdát is akkor, hogyha ott rosszabb vagy, akkor minél többször hibázzál bele, és utána tudjunk lefordulni, mert azon az oldalon van a jacká, azon az oldalon van a térni, és te egyszerűen rosszabb vagy, hogyha de arra kell Facebook passzolnod. Van, szerintem. Tehát, ha szerintem valaki rosszabbul passzol az egyik oldalra, akkor azt akarom, hogy minél többet passzoljon arra. De ezzel a taktikával pont azt engedem, hogy a jobb oldalára többet passzoljon. De a most, de most Bence, az a baj, hogy szerintem ami értem a logikádat, mm. szerintem nem ez volt mögötte, és nem a pici mint a most ez befolyásol, Persze, hogy most azért, most mert arra az nec. oldalra volt hárommal több rossz passza a stílnek, ez nem jelent hogy arra jobban passzol, ugye így állsz, és te jobblábasként jobbra könnyebben passzolsz, uh -huh. alapvetően, és szerintem azt az oldalt ezért ember emberen ki akarta venni az árzenál. Nem igaz, arra jobban passzolsz. Jobbal? Aha. Miért? Hát azért, mert ki kell fordulnod a vokálat ahhoz, hogy arra passzolj szöget. Én jobb lábasként akarok jobbra passzolni. Tehát jobb lábasként nem akarsz a jobb oldalra passzolni. De jobb, oldalamra, akarok passzolni. miért jobb, mikor egy jobb vagy bal lábas... Miért mindenki a 11-es? Hát amikor a jobb meg a bal időként. De most nem 11-esről beszélünk, ahol vissza kell húzni, hanem egy kihozatalnál. amikor jobb, akkor miért nem a bal lábas védő játszik jobb oldalon, a jobb lábas védő meg a másik oldalon? Hát ez a, jobblábas védő az igazából azért nem tudja, mert az a hátam mögé kell már passzolnia. Oda már nem tudsz passzolni, de ekkor a szöget, tehát te, te munkor jobb lábas vagy, ezt a szöget akarod elrugni igazából. ezt a szöget már a, skull, a 180 fokot már nagyon nehezen rúgod, mert ki kell fordulni a jobb Szerintem ez jó lenne valami képi hogy azt nem, hogy... nem tudom megmutatni, hát most én itt állok. Nem ez az asztalra. Én, hogy én, én, a hibás, hogy nem tudjátok, mit beszéltek. Hát, hát amúgy nem tudtok Miért nem moderálsz? <laughs> én vagyok a, a, Jason Steel. itt állok, mondjuk a 16-osomon belül, és én jobbra akarom passzolni a labdát, de úgy, hogy aki megkapja a labdát, az olyan szögbe kapja meg, hogy neki ne háttal kelljen fölvenni a labdát. Akkor azt én jobbal, könnyebben meg tudom a jobb oldali irányába, mint mondjuk jobbal a bal irányából a másik játékosnak már a hátsó lábára kell kapni a labdát. Tehát sokkal rosszabbak a szögek, hogyha a jobb lábasként a bal oldalra akarsz passzolni, kihozatalnál, mert könnyebb nyomást helyezni arra, aki kapja a labdát. A, a, kapusoknál értem, hogyha védő vagy, akkor szerintem ebben van különbség, igen, mert ott így is úgy is háttal lesz az, aki felveszi a labdát neked. De a kapusoknál, hogyha háttal van a védőd is, és úgy kell forognia, akkor az kicsit ilyen Deha Alizandro Martínez helyzet lehet, hogy nem, nem, most nem azért, hogy nekem legyen igazam, lehet, hogy valami jól felindultam el, csak rosszul értelmeztem, mert egyébként úgy abban több logika lenne talán, amit a Pete mond pont, hogy ott egész egyszerűen, hogyha neked így kell jobb lábbal a Colville felé passzolnod, akkor az egy laposabb passz, amire könnyebben ki lehet lőni adott esetben. Aztán lehet, hogy semmi nincsen el mögött egyébként. Lehet, de azért öt percet beszélgettünk róla. De egyébként szerintem annak az oka, hogy az Árzenál a, a bal oldalra terelt inkább, ahhoz én picit visszakanyarodnék, ahhoz, hogy egyáltalán miért é, támad le az Árzenál egyáltalán ebben a 4-1-4-1 vagy 4-4-2-ben az elmúlt hetekben. És szerintem visszavezethető arra, hogy nincsen a, nincsen a száliba ugye amikor ezek a féloldalas ugrás, mint amit a City is csinált, hogy behúzod az egyik szélsőt, és akkor a szélső házéd ugrik, akkor az közép szélső területeket kell levédekeznie. Most ezt a holdinggal nem nagyon akarod, meg a kiviorral sem, aki egy ellentétes oldalon játszó ott azért egy ez egybe valószínűleg lehet neverni. Ezért szerintem sokkal konzervatívabb lett az átét abban is, hogy milyen pozícióból indulok ki letámadni, és az ődegor ezt meg tudja csinálni. Tehát ezt nagyon sokáig így támadott le az árzanál, hogy az ődegor lépked ki, akkor ő lezárja a vissza a középre passz lehetőség, és akkor a szélen viszont már kimegyünk egy az egybe. Egyetlen félidő volt, amikor ezt az aszimmetrikus csinálta az Ázán, amikor a City ellen nagyon nem működött ez a 4-1-4-1-es pressing, és akkor ott behúzta a szákát, és akkor jó, akkor a holding legyen egy az egybe, mert ennél rosszabb már úgy sem lehet. Azon túl mindig, amikor mi mióta a száliba megsült, vagy kimentek egy az egybe egész pályán, és a szélső sem kellett ugrania, mert maradnia kellett hátul, és a szaká is maradt a szélsőjén, vagy pedig ezt a hát a John McKenzie ilyen hibrid pressingnek hívja, amikor kimegy egy ember, és valakinek dupla feladata van, hogy most fogja a passávat, vagy éppen ugorjon rá. Van, aki ezt meg tudja bontani, van, aki kevésbé, és Chelsea nem tudta megbontani, miközben lett volna rá lehetősége. A Brighton ellen viszont szerintem jól működött, mert a területek elosztása az jó volt az első félidőben a gólig. És ugye az ebéllel azon vitatkoztam, hogy hát ő azt mondta, hogy hát ilyenkor ember ember ellen ki kell menni, és akkor úgy kell letámadni. Szóval a második fél is akkor itt jön be a párti, hogy ő bejött, és ott már ő felment egészen a Gilmúrik folyamatosan, nagyon magasan, nem zónában volt, Hát csak akkor jöttek ezek a harmadik emberes kombinációk, felpassz, visszapassz, szabad embert megtaláltak, abból már jobban az ki az tudott de farogni ez a labdát. Nem csak taktikai változás volt. Persze, hát Tehát mert kapolt, a... nem várod meg a triggereket, mikor kell ugranom, ez mikor volt, kell, ez kell ez ki. volt. A ez, a volt ez a baj az átétának szerintem, ezért volt kiakadva, mert nem tartották azt, ami az első félidőben jól működött. Úristen, már ma vagyunk, van még hátra 25 percet, akkor menjünk, ki gyorsan szerezzünk labdát. Ez pont a fordítottja annak, hogyha minél gyorsabban mész előre, annál gyorsabban jön vissza az az is csinálta egyébként. Kihozatalban is jóval türelmetlenebbek voltak, mert az első fél időben kim volt ugye ember ember ellen tényleg a Brighton, ott a Colville fölment az őde degórik, hogyha visszajött a 16-osig akkor is. És akkor Remsdél megállt, és rálépett a labdára, nézte, jó, jó, gyertek, gyertek, gyertek. Három a három, akkor vagy egy fölpassz, vagy egy ível, és akkor másik második labda. Nézem, hogy ezt tele és nem, hogy gyere, gyere, mint az Ali, a Ali. Amúgy, tele mutogatta, volt egy-két <laughs> ilyen jelenet, Ott viszont már egyből felpasz, felpasz, gyorsan keressük az első embert. Itt ez megint, tehát az, amit fejben mi történik. Pánik van, most már mennünk kell, mert különben nem leszünk bajnokok, és ilyenkor kell az, hogy, hogy türelem. Türelem, 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 és az ázán lesz baszta, és szerintem az ártéta ettől volt kiakadva, hiszen megint nem tartották be, ami alapvetően a meccster volt, és jól működött az első félidőben. Hát igen, ugye ez a jól működött az első félidőben, de nem igazolták az eredmények. Ez a probléma, hogy ilyenkor is kell tovább csinálni, ugye? Ezt, azt hiszem, nem ezt járt a csúcsra, amikor 0-0 van, videóban állunk 80%-ban, és azt történik, de nem üljük be, és várnak. hogy a 8 perc, percben furcsán mindig beesik egy kurva gól, és akkor hát megnyerték egy 0-ra, Milyen érdekes. Azt hiszem, ez volt az, hogy ott, ott, ott már csúcsra van járatva, és különben ehhez kell az eredet a tapasztalat, hogy ott a 28-29-30 éves már 5 bajnokságot nyerő játékosok vannak, akik tudják, hogy igazából ez így működik. Szépen lassan bedaráljuk őket, és a végén megnyerjük és az arzenálban azért ez benne van még szerintem, hogy egyszerűen nem hitték el, hogy jól működött az első fédő, nincs probléma ebből. Igen, most kaptunk egy gólt, nem állunk jól, de vissza fogunk jönni ebből. Azért ebben szerintem ilyen szemben baj van, vagy van baj, de hát ez, ez jönni fog, igazából szerintem a, a tapasztalattal. A másik pedig azért a, a Tomász Pártinak azért ki kell mondani, hogy taktikailag, Hát azért nem a legokosabb játékos. Hát Tufa játékos, ezt ez ki. Tehát azért ő vele tényleg, ha a Tomás párti van, akkor tényleg inkább egy az egy ezzel, és csinált vele azt, és fizikai. Hát vele azt is csinálták, csak igen, az már... Igen. Tegnap az Árzanálós Extrában beszéltünk arról, hogy a, középpályás problémák, vagy középpályás kérdések hogyan alakulhatnak a következő szezon során. A valószínűleg távozó Jackát kivel kéne helyettesíteni, illetve mellette kéne hozni még középpályást is a rotáció egyéb középpályás tagjai azokat le kéne cserélni, vagy sem, ezt meg lehet hallgatni a premierleague.hu, ahol köszönjük az előfizetéseket. No, a, még annyit szerettem volna, hogy Promo a brighton tulajdonképpen azon a Manchester City meccsen kívül egyetlen egy csapat sem tudta Isten igazából letekerni, amikor egy héttel, másfél héttel ezelőtt az Everton nyert az egyre. Ezt akartam mondja. Akkor a Brighton valami 3,7-es XG-re rúgott egyetlen egy gólt, az Everton meg valami 2,6-osra ötött. Mint a egy négyest az arzenától, nem? Beszéltünk. Igen, de arról is beszéltünk csak akkor ha még nem voltál. Majd, hát, majd vágod, akkor Én még ezt... ott vagyok, hogy most akkor melyik lábbal, mely, merre kéne passzolni. Igen. Hogyha a pizza egy kör alakú étel, egy négyzet alakú dobozban, három szögre vágva. Nehetünk. Annyira szól, amit akartam, meg akarok mondani, hogy én azt gondolom, hogy az Árzanálnak a amit az első fél időre kitalált az Ártétá is, amivel kimentek, az egy teljesen logikus és érthető dolog volt. A Brightont igazából nem tudott teljesen lekorlátozni, hogy ő nekik ne legyenek fegyvereik. És hogyha a között kell döntenem, hogy tudnak egy-egy passz nak a, hogyha tovább tudják tenni, akkor utána építkezni hátulról, és tudják játszani a saját játékukat, vagy pedig át kell állniuk hosszú labdákra, és az a történet, hogy az NC szó meg a mitoma felé kúrogassák fel a labdát, akkor ezt még akkor is sokkal szívesebben választom, hogyha a Kivior meg a Gabriel van a, közép, a védelemnek a közepén, um, mint hogyha ők a saját játékukat építgethetnék hátulról. Innentől kezdve az, hogy ki volt erre találva valami, amivel igazából a pályának egyik, nem tudom, hányszor fogom még az igazából mondani, a pályának egyetlen egy részén sem voltak hátrányban, és ez 45 percig nagyjából azért működött, az szerintem egy teljesen elfogadható dolog, és az, amit az LBL csinált Twitteren, meg ami utána ebből narratíva gyártásképpen elő volt adva, na szerintem az a probléma a taktikai beszélgetésekkel, meg az szerintem, ilyen ilyen de, de, de nem, miért van ezzel baj? Tehát miért, van az a, miért van az a baj, hogy ő azt gondolja, hogy az lett volna jobb? Nem láttuk, és hogyha ezt úgy valósítja meg a arzenál, mint a City, akkor lehet, hogy az is működött volna. Fogalmas sincs, én azt mondom, hogy szerintem ez nem baj, hogy azt mondja, hogy nem Nincs így semmi van. baj, csak szerintem az én értelmezésem szerint tudom, hogy mi is sokszor szoktunk magyarázatot adni, meg most én is megpróbáltam magyarázni, de ez a mi működött. Na de az volna, pont az a lényeg, a... hogy az elgondolást megfejteni mögöttem. Csak megmondani, hogy mi működött volna ehelyett, meg hogy hogyan lehetne, ez nem elemzi. az jó, neked van egy elképzelésed arról, hogy mi működött volna helyette, nekem nem azzal van a bajom, de hogy ez valaki írás más... a fociról, de ez nem elemzés. nekem nem, nem az a bajom, hogy nem, szerintem pont az, hogy te még valami megoldást is kigondolsz, szerintem ez egy tök jó dolog, mert talál ki egy megoldást. Köt de hát ettől azért ezért is vagyunk a Twitteren, hogy ne csak az legyen, hogy, mert tényleg csak annyi, hogy mi történt a mérkőzésen, az egy elemzés, az tök jó, de az, hogy igazából milyen lehetőségek voltak még amiket nem választott, és akár működött, vagy nem működött volna, azt ki lehet mondani, hogy ez működött volna, mert előhozod a ctp példát, hogy ők megcsinálták ezt, és akkor hát ott működött, nézd meg. És végül mennyiértek a meccset, és nem csak a me menjetek a meccset, hanem XG-be is, minőségbe is. Jó, és csak hát tenni azt tenni a kivióra viszont nem, de nem de tudod az megcsinálni, meg andyver. a addig visszakeresem, csak közben próbálom szóval Én magam. értem, igen, csak hogy azért azt fogadjuk már el, hogy az Ártita valószínűleg tisztában van azzal, hogy az ő játékosai mire jók, és hogy mit lehet velük játszatni innentől kezdve. Lehet, hogy lehetett volna egy olyan terv, ami működik, meg lehet, hogy kaptak volna a három gól helyett négyet belőle, vagy nem tudom. Bármi lehet, nem az az izgalmas még, hogy a Brighton meg lehet-e fogni valamivel, vagy nem azt gondolom, hogy a Brighton, amit csinált, például ezen a meccsen is, ugye, hogy a Ferguson és a McAllister visszalépett, és ezzel a két hogy gyakorlatilag annyira hagyták üresen, hogy hagytak gyakorlatilag egy egész fél pályát, mm -hmm. és az egyik oldalt, a mitó, a másik az nc ott, és akkor hát akkor gyerekek oda be lehet rudosni a labdákat, és az ebből azért három-négy ilyen volt is a Brighton oldaláról, azon, hogy ez egy vállalt kockázat, amit föl is vállalt. Tehát nincs ez a baj, nem megtörténik. Azért nem, erre csak... vonatkozott, hogy valamit muszáj vagy felvállalni a De minden meccs arról hogy valamilyen kockázatot fel kell adni. a takarót nem tudod a fejedről és meg a lábadról is húzni, hogy Rafa Benitez híres klasszikus És a... csak a... hogy -e? United <suk> Junai... meg az Evertonnak a a sztória, ugye a Brighton ellen, uh -huh. hogy mit csináltak ők, és szerintem azért egy izgalmasabb dolog, amikor ezt, mert amit a Pete mondott, hogy hát ezt csinál, hasonló csinál, de ugye az volt nagyon nagy más a különbség, hogy ezt ugye mit blogban csinálta meg az Everton, és a United is különben egyre jobban, ahogy ment előre a mérkőzés. És azért ez a Brightonok rosszabbul áll szerintem. Amikor azt Én mondod, igen, az Arsenal is nagyon jó volt, amikor mit álltak fel, és a Brighton már ebben a 2 3 volt. Mert ott a Brightonnak azért, amikor területet adsz, akkor azért adod nekik ezt a lehetőséget, hogy akár egyez egy a szélső, és itt szerintem el elkezded elvenni tőle. De ezzel mit csinálsz? Azt mondod, hogy te egy biztos alárendelt szerepel ezen a mérkőzésen, és igazából átadod az irányítás jogát, és innen te igazából transition mel őket verni folyamatosan. És szerintem azért ez a Brighton ellen, ez a transition játék, és ezért nem megy szerintem a kicsik ellen nekik a Brightonnak, mert ugye a Brighton azért nem azon bukta el a top négyet, hogy mit csinált a nagyok ellen, hanem mit csinált a kicsik ellen. És azért itt, amikor vissza valaki loblogba, blockba, block és elkezd arra menni, hogy kegyetlen transition játékot játszani ellened, amit az Everton például csinált, akkor igen, mondhatjuk, hogy hármas XG-t csináltak, csak kaptak egy kettő és feles XG-t az Evertontól, amit azért nem kéne kapni, azt gondolom az Evertontól, És ezt gondolom, hogy igen, van, tehát hogy nem mondjuk azt, hogy Edzerben megfejtette a focit, és mindenképpen ő, ővel nem lehet mit csinálni, nem lehet mit csinálni. Kis is, nagy csapatként is lenne, több dolgot is lehet csinálni, de igen, mivel hogy bátor, és azt mondja, hogy kihozzon a labát, bármi történik, ezért mindig lesz helyzete is. És ez a kockázat és a nyereségnek a kérdése, hogy mikor nyersz többet ezen a bolton. És azon, hogy az arzenált se kell, és ártetet se kell ezért ö, mert az első félidőben igazából nyert annyit, amit veszített is innen a dílen, de azt gondolom, hogy most rosszul jött ki ebből. Az előző meccse meg rója ki belőle. És ez a kérdés mindig az, hogy akkor most mi a baj, és külön, ugyanez a City Arzenál mérkőzések, hogy megnyerte azt a mérkőzést a City az első meccset pedig, hát nem, volt, nem voltak jobbak, és ezt kimondtak a is, most meg kimentek ezen a mérkőzésen, és na most már jobbak voltak, és akkor így működött. A, tök jó, hogy így mondtad, a, amit én mondtam, annak is annyi volt a mögöttes tartama, hogy az RTT választott valamit, ami azért alapvetően a kisebbik rossz volt a Brighton esetében, és ahogy azt szoktuk mondani, ha tízszer lejátszák ezt a mérkőzést, akkor én azt gondolom, hogy nagyobb százalékban lett volna ez egy sikeres vállalkozás, és jött volna be. Hát, vagy be lett volna. Mint, igen, igen, igen. Amennyiszer rossz. Most ez rosszul jött ki, és összességében veszítettek, és ezért engem zavar, hogy utólagosan kárhoztatjuk, hogy ez hogyan ja, működött. Ezt, ezt akartam tényleg nem baj, hogyha valaki leírja, hogy hát szerintem ezt így is lehetett volna, szerintem ez így izgalmas, mert most csak elmondani, hogy mi volt, az oké, okay, tök jó. Az szerintem baj, hogy utólag a megtörtént eseményeket hogyan narral, és a Sky-on is a nevélék beszéltek, hogy hát a Brighton az hogy elverte az árzanát, hát ja, 3-0 lett a vége, amiből a a harmadik volt az utolsó percekbe szerezték meg, egyébként meg a játék képe alapján ez nem volt egy három gólos különbség. Ugye a várható gólok zavarnak itt be alapvetően, de ott is az ez a... is egy meccses mintán nézed ezt, mikor a Game State rengeteget számít. Jó, hát és Very Devil összerakta a kombinációt. Arra... Ott, ott a mostani City-ből, meg a 99-es United-ből, és egy City játékos se fért bele. Ez egy kretén. Jó, igen. De ugye a másik pedig az, hogy a második fél viszont azt kell mondani, az, az, az elveszette a nem Azt, az, az a fél időt az bukta. Ott fejben. Igen. Azt, azt, és és mostanában a, a, második fél, fél időket rendszeresen. És ezért bukjuk. volt az XG, ezért is dőlt az első fél időben. nem volt különbség szinte a két csapat között. A második ott már volt különbség, és azért néz ki rosszul az arzenálnak ez a mérkőzés, 0, és mellette nem tudom, kettős x-ét kaptak, egyetért. egyet e Nevezes vissza, hogy mi volt az alapmács terv, és hogy ez működött. -e? És különben, pont ezzel itt, van a gond És csak. de ezekben az XG timeline tehát az, hogy igenis nem csak egy számokat lehet nézni, kontextus nézünk, mert mit az első fél időben? Az egy tök egyenlő mérkőzés hozott, utána igen elépett a Brighton, azért, mert mi történt a mérkőzésen, és ez tök jó. Így lehet szerintem elemezni, és ebből lehet mondani azt, hogy most működött vagy nem működött. És szerintem az ebl nek ez egy klasszikus visszamondás, hogy nézze meg a XG Timeline-t, hogy értem, hogy kikaptak is akár XG-be, de hát igazából működött az első félidőben ez a sztori, mert a helyzetek minőségét az hozta az arzenál igazából, és kirúgja éppen be, most a Brighter A A trosszárnak kapufa helyett picit lentebb megy, vagy befejezik az egyik labdaszerzés után, hát akkor mondom, tehát ezt nagyon félre lehet arálni, és szerintem ennyi a baj vele hogy picit ne az eredményből vezessük vissza azt, hogy mi volt a meccs elejétől kezdve, hanem itt több szakaszra bontódott a mérkőzés, és a Brighton első gólya után, ami abból jött megint, hogy mi a menekülő óta a Brightonnak, az, hogy a Ben White-ra ki tudtak játszani egy felpasszolt labdát egy az egybe, és érkezett utána az Eszti Azért a Ben White-nak az egy egyes védekezése az valami egészen katasztrofális, a mit tudom egy belső védő. Hát igen, de azért ennyire azért az nem kéne rosszul kinézni ennek a dolognak. Tehát az, hogy nem kínált föl egyik oldalt se, hogy merre mehet el, és akkor azt, azt tudok semmi hát elkövetni. Tud csinálja mindig. Sarokon, sarkán volt a ez folyamatosan a a saját a sarkán át, és ezért nem a... Szerintem, Nyilván ez kötszurkálás hogyha nem lenne silt, a Tomiászú kezdett volna. Ahogy a Manchester City ellen a bajnokin is a Tomiászú kezdett. Pontosan lehet, ezért. De, na, ez nagyon érdekes volt alapvetően, hogy ilyen fundamentális egy-egybeli problémák voltak a védekezésével a vágynak. Pedig azt mondom, és azt gondolom, hogy még egy van benne, hogy a mitóban most már ezek épített maga mögé, vagy maga köré egy olyan mítoszt is, Persze. hogy hú, ez egy-egyben mindenkit megver. Olyan, mint a van viszakka, hogy meg nem lehet igen, megverni egyedegben, egy -egy és, és amikor a két, kettő egymás hogy ez a megállíthatatlan objektum a mozdíthatatlan objektummal találkozik, és akkor lett belőle egy ilyen érdekes pár. Az. Csak közben visszakerestem ezt a Manchester City Brighton meccset, mert emlékszem, hogy az nagyon szoros volt. Ugye a Open Play-ből az XG a Manchester City-nél 0-70 volt, a Brighton-nál 0-33, tehát valamivel több volt. Jó, ott az első gól az volt, hogy megint kiment, mint az ázanál, ember emberezni a, a Brighton, és a Hollandnak fel hol felkúrta az Ederson, a Dunk pedig lepattant róla, hogy illik, és abból szerezte a vezetést ah, hogy... a Manchester City. Mondjuk a kicsi emberke. Igen. Nagyon hasonló volt az elképzelés ott a Guardiolának, mint a, az átétának, itt, hogy a Ramsdale rúgja fel, a Jesus jött vissza, és ő mindig begyűjtött a... a a lepattanókat, meg a második labdákat. Egyébként a Mártinnek a, a sérülés az szanaszét kurta az Árzának a meccs tervét, mert nem volt már, aki befut ezekbe a területekbe. Igen, azért ezeket mindig utólag elfelejtjük, hogy a mostanra ezt a meccset 70 percig az Arzenál úgy játszotta végig, hogy az amúgy is szűk keretükből a kezdőcsapatból nem volt az Incsenkó. Gyakorlatilag ott volt a meccsnek egy részén, de hát igazából már nincsen a Tomás párti, amikor ténylegesen formában volt, és tudott mindent hozni, nincsen a Gabriel Martinelli, nincsen a William Saliba. Ez a 40 a a kezdő csapatnak. De hát erről tegnap beszéltünk. Így van. És aki bővebben akar hallani még az Arzenáról, hogy miért nem lettek bajnokok, de mert természetesen azért, mert túl sokat ünnepeltek az a tegnapi arzenáros extrában ezt meghallgathatja. Most pedig beszélgetünk a világ legnagyobb Bencsen, magyar játékosáról. Ő harold, a helikopter, neked hoztam, te szereted az ilyeneket. A Norma, Norma fent találtam. Valami csóró gyerek nagyon te Valahol most sír egy gyerek, de igen. egy másik gyerek. Ha ismerjük is a gyereket, aki a harold miatt sír, szóljatok, és visszaadjuk. a Tomás a TOSZ, bocsánat, a gőzmozdonyból van. A... Nem viccel, gyerek meséke, jó? A Podcast. nem nincsen meg Tomás a Toss nem, nem, mindegy. Nem, nem, Az olyan, mint a Harry Potter és a pornókas. Valami nem? hasonló, igen. Na, de abban ez a mentő helikopter szerintem. De ezért nyugtass meg, hogy ezt egy gyerektől vetted, és nem egy éces mellett találtad. Nem, ez, az ott volt a földön, a járt mellett. Így van. Jaj, de szépre, Nem, hát láttam, hogy szaladt érte, csak buktattam. Hogy, hát gondol, ide a Lamborghini mellé odafér Harold, és ha gondolod, Bence, stár. ezzel fog játszani ma is, meg tegnap is. Mert azt tudod pörgetni. Igen. Én már itt voltam vele, itt az, az asztal alatt. Reméljük, hogy azt ja. pörgetted az asztal alatt. Menjünk, menjünk, menjünk. Ilyen állapotban tudod, hogy nem pörögni. Lassan itt a nyár, ami azt jelenti, hogy eljött az emberkereskedelem időszaka. A német Sky értelős értesülései szerint pedig a Newcastle nem mást, mint Szoboszlai Dominikot szemelte ki a középpályára. Mennyire illene bele a magyar válogatott játékos Edi Hau csapatának játékában, illetve mi az, amiben tudna segíteni a radiátorosokon? <laughs> Minden mindent lopsz. <laughs> az Edi Hau-ra nem szállítottam ezt ilyen szépen. Ja, Hova? Ja, igen, igen, Edi, hogy? Hós. <laughs> <A device. gül> jó, én nekem lenne egy kérdésem az <laughs> elejére, szóval és akkor utána ugyan? tudjuk irányítani a beszélgetést. Szerintetek 8-asnak vagy jobbszélsőnek szeretnék használni? 15 percünk van megválaszolni, csak mondom. 8-asnak. Szélsőnek vagy 8-asnak ezek a kérdés. 8-asnak. Hát ez Szintem. szélsőnek remélem, hogy nem. Már miért továbbra mi, sem mi, jobbszélső? Mi, miért, miért lenne? Hát ugye nincsen jobb szélsőjük. <laughs> hát értem. De al alapvetően teoretikus kérdés Jönnyi, volt. hogy a Dominik a Leipzigbe játszik jobb szélső, de ebben a, vagy a 4-2-2-2-ben, tehát nagyon bent játszik, gyakorlatilag a jobb oldali 8, 8 játszik, helyén játszik, vagy 3-4-2, vagy, vagy 3-1-5-1-et szoktak játszani, és ott is ugye a jobb oldali félterületben szokott ja, helyezkedni. Nyilván nem úgy értettem, hogy vonalszélső lesz Szerintem... belőle, aki középre rúgdossa a labdákat a Newcastle mostani játékából kiindulva, a szélsőnek legyen az a, az Almiron, legyen az a Jacob Murphy, nagyon sokszor területet kell futnia, abban nem illik bele a Dominik. Lehet, hogy át akarnak alakítani valamit. Nyilván Tripierrel magasan lehetne az, hogy akkor ő jön befelé, de szerintem nem ezt keresik. Szerintem ott a 8 nyolcas posztja az lyukas, és hogyha nem a Bruno Gimárejest akarod oda feltolni, és egy 6-ost akarsz hozni, és te jobban akarsz bontani felállt védelmet, akkor egy olyan játékos kell hoznod, mint a Szaboszlai Dominik, aki a Bundesligában gyakorlatilag minden egyes kreatív pass mutatóban és labdacipelésben is ilyen felső 10%-ban van, van, amiben még a fölött is. Szóval nagyon fontos elmondanunk azért azt, hogy a Newcastle jelenleg egy annyira direkt focit játszik, ami én nem vagyok benne biztos, hogy tartható a következő évre. Nem, nem vagyok biztos, tartható, mint irányvonal, hogy akkor legyünk még direktebbek, már pedig a szabaszlag, az még direktebb Nem, a nem feltétlenül, szerintem pont azért, hogy picit felállt védelem ellen is tudjunk bontani, legyen Dominik egy, ebben egy... Ebben jó? Szerintem ebben is jó Dominik. Nyilván szerintem az, szerintem az, hogy nem ebben az legnagyobb, a legnagyobb szóval, ha igazából ki akarod domborítani azt, hogy mit tud, akkor szerintem azt, hogy mutasd meg neki azt, hogy transition-based játékot tudsz játszani, és abban brutális lesz. Azért a Leipzig a most a Rózéval is, ezért nagyon sokszor nekik felállt védelmet kell bontani, és pozíciós játékot kell játszani. Nyilván nem a Vádival fél pozíciós játékot, de bontaniuk kell egy lóblokkokat, és abban a Dominik jól néz ki, mert egyszerűen van egy rúgó technikája, lát a pályán, megtalálja az embereket, szerintem ebben jó használható, nem korlátoznám le az ő játékát arra, hogy akkor most ilyen átmenet hocban, mert Red iskola abba tudod beleilleszteni. Én nem mondom, hogy ezt korlátozzuk le, én azt mondom, hogy ez a legnagyobb erőssége. Szerintem ez a legnagyobb erőssége, hogy ebbe a játékban olyan extrát tud hozni, ami szerintem világelit, abba, hogy védelmet bontson, és vonalak között vegye föl kis területen, és onnan tegye tovább, szerintem képes el meg tudja csinálni, de nem ebbe a, az elit szintet hozza. Itt szerintem a a Dominik azért lenne jó a mert meg tudott tartani azokat az erényeket, amik itt ebben az átmenet fociban megvannak, és abban egyetértek, hogy ebből tök jól be lehet illeszteni ebbe a rohanósba, az, hogy rázuhanunk az ellenfél, és abból kiosztunk utolsó labdákat, miközben van egy olyan eszköz is a kezedben, hogy te felállt védelme ellen, mondjuk nem csak a trippier meg a Bruno S-sel tudsz bontani, hanem van még egy plusz játékosod, aki meg tudja játszani az utolsó labdákat, plusz kapsz még egy extra pontrúgót is a tripér. Na, mellé. és na, ez a másik kérdésem, hogy azért igen, minden statisztikában nagyon jól néz ki, de azért nagyon tolja az ő számára. A open ben szoban. is. Oh, de abban már nem ennyire kiemelkedő, mert, mert a kettő egymás mellett. Felső 10%-ban van ott is. És szerintem ez az érdekes, a, a Dominic Kelly, megnéztem a, a nyolcasok mellett, a Newcastle-ből összehasonlítva a FB-re, hogy meg lehet csinálni ezt, hogy akkor milyen számokat hoz ki. Ugye a, megnéztem a Mm, Sean longstaff no. <laughs> tényleg? a Vilokkal, a Joelintonnal, és még a gimeress hogy igazából mi az, amit tud ő hozni, és mi az, amit nem, és mibe jobb. Gyakorlatilag nincs olyan mutató, ami velene jobb bármelyiküknél, igazából. Egy a kérdés szerintem, hogy azért a labdaérintés számban mindenkit ver a Nyukasz Egyszerűen a nincs ennyi labdaérintés, amit a Dominik most megkap a, a lipcsében. És ez a kérdés szerintem, hogy akkor most ez jó-e, ha ide átkonvertálod a Premier League-be, akkor tudja ugyanezt hozni, vagy nem? Azt gondolom, hogy különben minden képesek meg hogy a Premier League-be is ezt tudja hozni. Továbbra is nekem az a kérdésem, hogy viszont a Trippi mellett, és azt gondolom, hogy azért lenne jó építkezés a Nyukasz ültől, mert a Trippi valamikor ki fog menni ebbe a csapatból, mert 30-szem éves már és megkapsz egy olyan extra szabadrugásugót, meg szögletrugót, meg minden pont ami a tripiébe már így is megvolt, és ez az egyik legnagyobb erősséged, Newcastle ként akkor erre építs továbbra is. Tudja hozni neked a nyomást a csapatra, tehát a nagyon-nagyon extra a Dominik. Hátrafelé vannak bajok, de hát ez igazából megvan most is minden középső középpályásoddal. És azt hogy amikor mondtuk, hogy a Sean Longstaff igazából itt a gyenge pont, na itt, ha Dominik van a Longstaff helyett, akkor az a gyenge pont eltűnik. Nekem az a bajom, hogy a viloklong Long szoboszlai 2-8-ast elbírja ez a csapat. Úgyhogy a az egyedüli hatos. Hát el kell -e bírnia. Én ugye ezt már beszéltük sokszor, hogy volt ilyen terve a Newcastle-nek korábban, hogy a Bruno-ból igazából nyolcas lesz hosszú távon, és hoznak egy hatost, amivel azért sok mindent meg lehetne oldani, mert egyrészt lenne valaki, aki fókuszpontként a, az átmeneteket is le tudja védekezni, és akkor a ilyen klasszikus védő dolgokban egyiküknek sem lenne problémája. Másrészt adott esetben lehetne olyat venni, aki egy picit tudja a tempót diktálni, meg vissza tudja húzni a csapatot, és akkor lehetne előrébb lépni de Nyilván akkor abba, már hogy pályátok. több legyen Tehátok a... a hatos, meg a, Persze, és a, a... a vilok helyére Pénzük, el. az van. Igen, igen. Milyen szempontból mondtad, hogy nem tudod, hogy a szoboszlai meg a vilok egyszerre megféle? Két nyolcasként. Azért, mert szerintem na, a profilokban az, hogy ők mit fognak bejátszani, az nagyon magasan van a pályán, és a Gimel-es egy olyan hatos pozíciót hagysz, amire szerintem ő nem képes bejátszani. Szerintem ezt már egyre többször látjuk, hogy amikor két szabad, szabad -a van, akkor neki olyan területet kell lefedni, ami szinte egyetlen hatos se tud, nagyon kevés kivétellel tudnak ilyet megcsinálni. És szerintem egyre többször olyan helyzetben lesz ez a nyugászlő, hogy ellenük lóblokka ellen kontrázó csapatok fognak jönni, amikor Gimárásnak kell ezt megoldania, ha ő marad a hatos, aki ebbe emberevű hatosként kell működnie. Szerintem emberevű hatosként nem elít a Bruno Gimárás, egyszerűen a fizikális képességei miatt, abba, hogy milyen jó anticipációs képessége van, hogy hova fog érkezni szerelési képességbe, tök jó, uh -huh. csak egyszerűen nem tudja fizikailag azt levédeni ennyi területet. Nekem ez a bajom ezzel a dologgal alapvetően, hogy hogy tudnak megférni. Az viszont, ha ők ketten érkeznek már, meg ilyesmi, az védek, az támadásban nagyon nagy extrát hozna. És ha megnézzük a longstaffnak az idei helyzeteit, akkor a Dominik hozna egy 10 plusz gólos szezont, azt gondolom ebbe a Newcastle-be és azért az repítene egy elég komolyat a newcastle a, a gól számán. Én azt gondolom, hogy értem, hogy miért van, de szerintem még jobban tolja a newcastle abba az irányba, amiből inkább szerintem visszafejre kéne lépniük. Azt elfogadom, hogy ha mondjuk a Gimárás lép föl 8-asként, uh -huh. a Dominik már és két 8 a Gimárás meg a Dominik és van egy ha másik hatosod, akkor ez már olyan távatot nyit ki előtted, ami azt mondom, hogy na itt már kontrollt is fogsz ezen a középpályán húzni a dologra. És akkor még lehet venni új balhátvédet is adott esetben, aki. Ha, meg, szélsőt, meg az új, új szélsőt. Új szélsőt. Tehát, hogy itt azért még nagyon sok olyan pont van ebben a csapatban, amivel ki lehet igazítani. És adott esetben, az, hogy a, a Dominikkal adott meccs tervre akár sokkal direktebben, meg Türel, türelmesebben is lehet védelmeket megbontani, az egy nagyon jó fegyver lehetne nekik. Hát ezért nehéz, mert ugye nem tudjuk, hogy hány ponton fog még alakulni ennek a Newcastle-nek a kerete. Azt látjuk, hogy ebben a szezonban hogyan játszottak. A szoboszlai abban hogyan illeszthető, vagy hogy nem illeszthető bele. Szerintem abba az irányba, hogy a Newcastle egy még dominánsabb csapat legyen labdával, és ne rohanásból legyenek feltétlenül. Rengeteg helyzetük van így is, tehát most már lehet, hogy most már az Ázenát is megelőzték ebből a szempontból, de itt a mérleplésben. De... XG differenciában szerintem már meg is előzték igen, kaba, az Ázenát ennek köszönhetően, de hogy penált védelem ellen, nem túl sokat kockáztatva, kell egyszerűen egy ilyen kreatív középpályás, aki ezeket a, a dolgokat tudja hozni. Kell egy kell egy óra a nyugászlóba is. Még hogyha a az oboszlai azért nem is egy kontroller a, igen, típusú játék. inkább azért. egy debröjne. Igen, igen, igen. Tehát az, az azért nem hasonlítanám alapvetően a, a Dominiket. Pont azért, mert szerintem pont más az erényei nyolcasként. Abba viszont nagyon extra. Tehát a, tényleg a debröjne light még, és nézzük meg, lehet-e belőle egy igazi debröjne. Tök jó lenne, de alapvetően nekem ez itt a... Nem, most Dominikból, vagy igen, Dominikból. Igen, 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 igen. Ö, üdegorban nem lesz szerintem, de hát az nem is kell annak lennie. de, de ettől függetlenül azt érzem, hogy a Newcastle, ha abba az irányba halad tovább, hogy fizikalitás, pressing, nagyon erős pressing, ö, és átmenet foci, és ráesünk az ellenfelekre, ebbe szerintem adom, mint nagyon szépen illene vele, abba, hogy kontrollt vegyen vissza, és akkor mi most inkább nagy csapatként akarunk játszani, vagy jobban a Guardiola féle a possession-based játékra akarunk menni, abból szerintem működhet, de nem ő a kötelező lépése a nyugászöbből. Ahhoz kell még ellen. Ahhoz kell sok ellen még a nyugászöbből, de nézzük hogy ebbe akarnak-e. Ha nem, ugyanebbe akarnak tovább menni, és igazából ebbe az évben azért ez még működött, azért látjuk, hogy a kis csapatok ellen, fölállt védelmek ellen azért egyre jobban döcög ez a nyugászöbből már. Ebben nem tudom, hogy a, hogy a Dominika a legjobb lépés, de az viszont brutális szerintem kimondani, hogy van egy olyan magyar játékos a piacon, akit a Newcastle, ami éppen a világ egyik legjobban feltörekvő klubja, tudna a következő lépéseként használni. És azért ezt mondjuk ki, hogy adom erre képes, és most képes, most ahogy a számait néztem évről évre, képes ugyanazt a szintet hozni, amit például a hozott most már a Lipcsében, meg a Leipzigban. Azért ez a már Bundesliga, ez már bajnok ligája szint, ez már nagyon komoly világeli szint, és képes ezt hozni, ezért mondom, hogy a következő lépés szerintem neki ez működne. Ha nagyon röviden össze akarjuk foglalni, van értelme Szoboszlói Dominiknak a Newcastle-ben elgondolás szintjén is. Sok mindennek kell hozzá stimmelnie, nem tudjuk, mit akarnak még alakítani a kereten, de alapvetően az ő profilja, ebbe a keretbe, ebbe a koncepcióba illik, és itt jó játékos, és tök logikus is lenne. É, és ha csak azt nézzük, igazolni. hogy long-staff upgrade, akkor óriási. Hát egy baj van, én úgy tudom, hogy Dominik szereti a napfényt. Ja, hát igen, mondjuk Newcastle nem feltétlen az a <laughs> város, ahol van nagyon... Kicsit mordorva, mordorva, mordorva kell ahhoz, nem? Mert ez egy ilyen jó szívvel mennek az emberek. És Biztos hát, vannak nagyon jó de, szoláriumok. De el tudsz menni mondjuk Sunderlandbe. No, de jó. Meg és nagyon szép. Igen. Igen. Ott is találkozhatsz jó, a hajlapóval. Szerencsére. Csak nehogy levágják a fejedet. Nézhetsz normálokat. Tényleg mennünk kell, mert, mert nem lesz időnk mindenre. A, annyit még, hogyha már a Bruyne pár feljött, én nem emlékszem már, hogy hol. A héten pont volt valami hasonló ilyen ma már emlegetett twitteres elemzői közegben vita arról, hogy ugye a De és a Holland lehetne mondani azt, hogy ők igazából ilyen átmeneti játékosok, mert abban a legfélemerkedőbbek. És ők Zúrom, tudják belehozni ezt a káoszt, a De nem tudnád rásütni azt, hogy ő azért tényleg passzokkal irányítaná és diktálná, meg megfogná a csapatát. Ő abban a legjobb, hogyha minél inkább a kockázatot felvállalva és szépen helyzeteket kialakítva lehet befelé lődözni a labdákat. Ebben csodálatos és fantasztikus, de nem lehetne azt mondani rá, hogy tényleg benne van a pauza, hogyan azt a Guardiola pontosan tudja, hogy nincsen benne, ezért ki kell vele és a Hollanddal egészíteni ugye Manchester City-t, hogy működjenek, de attól, mert van ebben a csapatban olyan játékos, aki átmenetekből vagy lehetne azt mondani rá, hogy átmenet játékos, attól függetlenül ez még nem probléma. Egyrészt... Na, át a Dominikra és az anyukászőre is. Az a lényeg, hogy én igazándiból ezt nem találom problémának az ő esetükben sem, mert még bőven van annyi hely ebben a csapatban, amivel, hogyha tényleg e felé szeretnének elmenni, hogy tartsák a labdát, hogy labdával domináljanak, hogy építkezzenek, hogy lassabbak legyenek, hogy nem mindig ilyen direkten játszanak, hogy ebben a Dominik simán beleférhet, mert egyszerűen van annyira jó ténylegesen a védekezések megbontásában, hogy és közben meg tud egy plusz dimenziót is adni, hogy a körülötte lévőkkel együtt ez még mindig lehetne egy 65%-os átlagos labda birtoklást hozó csapat, ami ugyanúgy működik, mint az Arsenal, mondjuk, alszalál, vagy azt a még a Brighton se cité. hozza. De... Na, most szerintem ilyen nem a 62 -a van. 62%-a a, citék, a, a legjobb a Brighton. A elnézést, akkor 60%. Én, az, én, csak azt mondom, hogy szerintem, hogyha a Newcastle stílust vált, akkor szerintem nem a logikus következő lépés a Dominik. Ha marad ebben a stílusban, akkor a logikus következő lépés a Dominik szerintem mennyi. Kész. Ennyi? Ennyi. Semmi? Nincs se infong, se, se. se, poén, semmi, csak úgy. Ja, az, az csak úgy hazamegyünk, haza vagy? Puttán, Idő kell, hogy tegnap lemehessen az Volt. Arzenál extra teljesen részében, az Arzenál és köszönjünk el gyorsan. Jaj, még tényleg az is van. Jó. A műsor figyelemmel következik. Ezek kéne ne, a, 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 a annyira várom, hogy vége legyen a szezonnak. Ez a Dac Köszönjük film. Szépen. Messze van még. Ez a Dac film, ez kiégetett teljesen. Hát ilyen ez. <sínt> Na. Ez valóban. van? Mi van? Hát amúgy igen. Te? Én is. Te is. Én is. Mióta? Mi van? Esélyes őket veszünk ma még ja. Menjünk már! Na. Na, küldtél legyen én a rajzot? meg! <laughs> Na, a műsor figyelemmel követése közben ne felejtsétek el, hogy... Nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó. és hogyha ránk hallgattok... Nem használjátok a bejáratot kijáratként. Így van. Hoppa. Ami még nagyon fontos, hogy minden játékos, mint Herold is, csapatjátékos. <laughs> Így van. És ha már vonalazni kell. És rendszerjátékos. rendszerjátékos na. Mint Tomás a Sziasztok! <laughs> Bye! Is.